open your eyes. Time to wake up now. És most, hölgyeim és uraim. Klassz FM hallgató. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 6 óra után 18 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok. Hello. Jó reggelt. Hello, drága hallgatók. Na, mi újság van? Együtt jöttünk. Figyelj, megyek békésen a Lágymányosi híd felé, látom, a teljes doboz beúszik mellé. Ez Majki esik örömébe. Olyan jött. Tudod, milyen jó volt látni téged? Nem is gondoltam. Én is megörültem neked. Soha. Ennyire. Én még. De olyan jó. Tudod mi? Az volt a jó, hogy látsz ilyen nyomorúságosan szomorú embereket reggel. Igen. A kocsiban. Ami nyilván egyedül vagy fáradt, vagy menni kell dolgozni, és áthajol egy csávó, és így ki, érted, Majki esik, és mutattam, hogy király, együtt jövünk. Olyan jó esett, komolyan. De gyerekek, így megörültünk, mert nem szoktunk nagyon találkozni. Igen. Reggel nem vagyunk hozzászokva, hogy egyszer csak fölbukkan a másik. Mondom, ott egy alfa. Ezt mondom olyan, mint a Feri. Kiskövérrel mellé megyek, ott ül a Feri. Mondom, de jó. Tényleg. Ritkán van ilyen, igen, hogy ugye, arra jössz. Mindig, vagy, hogy... Korábban jövök, ugyanerre jövök én is, csak most meg kell állnom tangolni, mert tegnap este már nem volt kedvem, és akkor így egy picit elcsúszott az idő. És olyan jó volt, komolyan, hogy ennyi kéne nekünk mindenkinek, szerintem egy ilyen átröhögés reggel. És azt mondod, hogy de jó, meg vagyok. De gondoltam is, hát, hogy te ilyenkor már nem szoktál itt cirkálni, tehát ilyenkor te már benn vagy, meg nem tudom, már ettél itt, reggeliztél. Én a megszokott magam tempójában nyilván későn indultam, hogy éppen ott csak beérek. Igen. De mondom, ennek is megörültem. Na, milyen jó, te mondom. Is késsel, hát akkor... Én is késsel, de király, akkor miattad is van meg két óta. Álljunk meg kávézni. Jó. Jó van, akkor egy kicsit ő is késik. Na, végre. Jó, nem olyan kedves. Emberből van. Nem egy robot, aki minden időben itt van, én meg állna rohanok, meg azt tudom, hol vagyok. Úgyhogy megörültünk egymásnak, igen. Én időben indulok, én nem szeretem ezt a kapkodást, mert most esik is az eső, akkor már tudod, csúszkálsz, meg mit tudom, én időben indulok, de most én is egerésztem reggel, és akkor még mondom, tankolni kell, nem mondom, mindegy, majd csak ide érek. De jó, de legalább ezt köszönhetjük ennek a dolognak, ez az összekacsintás. Igen. Jó volt. Ki látta a meccset? Nagy tapsa magyar válogatottnak, én csak a híreket hallottam. Hát a köteleződ gyakorlatilag. Végre. Egy duplát sikerült nekik bevarni, úgyhogy... Jó meccs volt, vagy ilyen nyomorúságos szenvedés? Nem volt rossz meccs. Nem, abszolút élvezhető, magabiztosak voltak a srácok, magabiztosan hozták. Tényleg a kötelező az elvárható győzelmet, mert ugye a csoportunkban, ugye Andorra után azért lettek a leggyengébbek, kimondva kimondatlanul, de tehát még ugye az andorraiak még hátra vannak, ott is egy hármast be kell szedni pontokban, ugye nyilván, és utána meg jövőre majd jönnek már a komolyabb csapatok. És akkor már csak akik azért nem nagyon tudtak botlani, jelni. Csak igen. Mondom, hogy például Portugália Feröert egy hatossal otthon. Akik bennünket megvertek? Aláztak. Azt hallottam, hogy 6-0 lett, igen. Akikből mi kikaptunk. A svájciak ilyen félgőzzel 2-1-re verték meg mondjuk Andorát, de hogy így látszott rajtuk, hogy így ők ezért sokkal többre képesek, meg hát tudjuk is, hogy sokra a képesek. Hát most egyelőre a harmadikok vagyunk a csoportban. Jó, gyerekek, legyünk reálisak, szóval ez valószínűleg nem lesz meg. Szóval én szeretem a focit, már igen. Úgy értem, hogy nézni, meg rukkol, meg isteni volt az EB, de még matematika esély van, de ez mondjuk meg őszintén, szóval ez valószínűleg nem lesz nem meg. Nem is azt várjuk, hogy meg legyen, csak azt a lendületet várjuk egy kicsit, ami az EB, nem? Igen. Én azt gondolom, hogy például ott a Feröerrel kapcsolatosan azért így lett volna egy picit jobbnak lenni. Én a svájci meccset nem láttam, de ott azt mondták foci értő haverok, hogy azért ott az véleményes volt. Tehát ott látszott, hogy ott akartak a fiúk, az ott elcsúszott, mentek mindig utánuk, ugye 1-0, 1-1, 2. Ott hajtás volt, de igen. De ott hajtás igen. Volt legalább. Ott már láttad, ez meg a kötelező győzelem. Én szerintem semmi más nem vár a magyar, nem várja, hogy most mi kint legyünk az EB-n, vagy mi ez VB-n, meg hogy nyer. Erjünk ott valamit is, hanem csak ugyanazt a kaparást akarja látni, ami az EB-n volt, hogy kimentünk, és akkor... Szívét, lelkét kiteszi, és mindent megtesz, amit tőle telik. Igen, nézd meg, ott is azért ugye nem jutottunk, tehát ott az első körben nagyon szépen focizgattunk, aztán nyilván nem jutottunk tovább. Persze. Az EB-n, de mindenki milyen boldog volt, hát állt a város, érted, fiesztázó emberek kint. Most is rengeteg magyar szurkoló volt kint, és nagyon nagy hangulatot csináltak, tehát, hogy... Tényleg le a kalappal előttük. És ennyi kell, nekünk nem kell több, csak jó focit. Kiutaztak, szurkoltak, tényleg a 12. ember most is nagyon-nagyon. Ma a 12. ember is hozta a kötelezőt. És mi a következő, most mi van? Hát mi Andorra ellen. Andorra ellen van, igen. A következő? Igen, Andorra ellen, és akkor utána a jövőre. Még idén? Igen. Még idén. Aha. Na jó, hát figyelj, meglátjuk, szóval.
megnézzük majd. Menő volt, jó. Persze, jó. Ez egy jó dolog, hát minden. Magyar győzelemnek örülünk. Én annyira elájultam ilyen 11 körül, hogy nem is eszembe se jutott a meccs, el is felejtettem meg. Pont akkor volt vége. Kicsináltak a gyerekeim, úgyhogy nem. Szóval vannak, amikor extra nyűgösek, és ilyen vérszívók, és beteg egy kicsit nyűgös, akkor hergeli a nagyot, a nagy ettől kiborult, tehát tegnap nekünk olyan dzsihád volt ott, hogy én nem, hogy tévét nem tudtam nézni, semmit nem tudtam nézni igazából. Úgyhogy nem. Ma reggel jutott eszem, hogy basszus meccs volt, azért belenéztem volna. De aztán hallottam Ákostól. Úgyhogy jó volt. És egyébként a Ben Stock továbbra is nagyon szimpatikus. Ő nagyon-nagyon jó fej. Nagyon-nagyon jól látja egyrészt a dolgot, másrészt meg nincsenek ilyen elszállós, végül egyik a világot, na most már, hogy ilyen, és ez a győzelem megmutatta, hogy mit tudunk valójában, és ide nekünk az oroszlánt, és illetve az oroszlán falkát is, meg a zsiráfokat, az országokat, a gepárdokat, megrágunk, megnéztünk és kikakilunk. Nem. Ő pontosan helyén kezeli ezt a dolgot azért. Azt mondta, hogy látszik a válogatottan a fejlődés, látszik az rajtuk, hogy igyekeznek azokat a kéréseket teljesíteni, amiket ő az irányokba megtesz, és hogy most láttuk a magyar labdarúgásnak a jövőjét, tehát hogy körülbelül ebbe az irányba kell elmenni, és ebbe az irányba kell haladni, és akkor megint odaérünk, vagy odaérhetünk. Ahova valók vagyunk valójában, így a képességeink alapján. Igen. Úgyhogy tök jó, szimpatikusak voltak, tényleg szurkolunk nekik. Ugyanakkor meg tényleg sajnos benne van a pakliban az, amit Balázs mondott, hogy a realitások azért. Ez nincs, ez nem. Azt mutatják, tudja, hogy azért egy Schwarz meg egy Portugália azért. Nem baj, majd a következőben. Ott van előttünk a csoportban, és ugye az elsők jutnak tovább. Alanyi joga, meg a legjobb másodikok mehetnek majd még selejtezni. A nyolc legjobb. A legjobb második még selejtez? Alanyi jogon csak az első. Aha, nem baj, addig menjünk el tényleg, és akkor addig játszunk szépeket, akit lehet verjük meg, ennyi, a többiekkel tisztességesen álljunk helyt, és kész. Igen, így van, tökös, rakkolós, pályát felszántos, vértizados meccsek kellenek, és akkor mindenki elégedett lesz. Ezt akarjuk látni, igen. Akkor még az MTK stadionba is elmegyünk szurkolni. Hát a pornó megy, akkor mindenképpen. Tehát, hogyha az MTK stadionban fél időben Michel Vajdot lehet látni, ahogy éppen boldogát tesz valakit, akkor oda nagyon szívesen megyek el. Minden ilyenek örülök. Átvezető program. Igen. Mindenképpen. Hát, ők mindig kitalálnak. Ők mindig kitalálnak talán valamit, hogy jól legyen. Fogják meghívni egyébként. Az lesz az avató? Igen, hogyha jól emlékszem. Na, pornót oda, sokat. Hadd szórakozzon a magyar. Sporting. Spornót oda. Hadd szórakozzon a magyar. Hát nem így van, ez kell. Benyere, cirkusz, pornót, és akkor minden rendben lesz. Jó van, egyébként minden oké, minden rendben. Kaptam egy SMS tegnap a bankomtól. Na. Cége éppen 18 éve lett a pont bank ügyfele. Köszönjük, hogy megtisztel minket bizalmával. XY az önvállalati banki tanácsadója írja az SMS. Hogy gyerekek, te tényleg 18 éve vagy egy ilyen, nem kellett volna azt mondani, hogy most 18 utalás ingyenes. Hát vagy valami. Vagy egy laptop, vagy egy iPad, tehát, vagy egy új iPhone 7-es. Vagy valami adjanak. Ez kicsit kereknek számít ilyen bankos körökbe, vagy ne, miért nem, van ez? Az, de 15-re se kaptam. Ja. Tehát, hogy azt mondod, hogy mondjuk az kerek, és félek, hogy a 20-ra se jó jön. SMS. És azon gondolkoztam, hogy közben egy haverom, meg pont ugyanennél a banknál most nyitott bankszámlát, és a fenekét nyalták fényesre. Mm-hmm. Hogy az, aki régi ügyfél, tényleg 18. Te már megvagy. Te már oda vitted, te már ott hitelt vettél föl, te már ott megvagy. Azzal kezdtem a mai napot, vannak, hogy neked annyi is elég, hogy Balázs átid neked mosolyogva a kocsiból. Most mi nem örösszenek az SMS-nek? Igaz, megyek a francba. Tehát az SMS úgy folytatódik, hogy köszönjük szépen, 18 éve nálunk van. Ne felejts el befizetni havi, nem tudom milyen. Így van, 38.000 forint kezelési költséggel tartozik. Jelezném, ezek különben befagyasztjuk a számláját. Jelezném, az egyenleg ennyi egyébként. Úgyhogy azon gondolkozom, hogy nem lehetne ilyenkor egy izét, nem fér bele 18 év után, vagy hú, mert szerintem 20-ra se fog jönni, tehát ha maradok itt. Jó, ugye? Ez nem egy jachtklubos tagság, tudod, hogy... De olyan jó, egy kis törődés, pont arra megy, ami a reggeli összemosolgás. Itt is cinkosan a kapcsolattartom egy ilyen smiley-t, egy kacsintó smiley-t átküldött volna, hogy na, 18 utalás most nem kerül darabonként, nem tudom, 200 forintba. Érted? Hát abban azért nem rokkantunk volna bele, és én is így jó, hátradőltem volna, hogy ez igen, megbecsült ügyfele vagyok a banknak. És mondom, új ügyfélként, meg oda mész most bárhova, akkor minden van. Tehát akkor ingyenes a nem tudom milyen ATM használat, akármicsoda, te meg itt állsz, nyilván hűséges vagyok, nyilván szeretem őket, nincs velük bajom, tök jó csinálják a dolgaimat, érted? Csak úgy egy kis, nem, egy ilyen kis, jó van, felkó. Valamit küldhetnének, nem? Hát vagy valami ajándékcsomag, nem tudom, egy fél sonka. BB-pesgő. Egy jó BB-pesgő. Valami, tehát nem van, nem. Lehetőleg, azt szeretjük. Hogy egy ilyen kis megbecsülés.
Nektek nincs ilyen, ahova nagyon régen tartoztok, és akkor olyan semmi. Jól esne? Én Pannongi SMS vagyok még. Akkor én vettem az első telefonszámomat, és azóta az van. 1998 óta ugyanaz a telefonszámom. Pannongi SMS, az élvonal. Én ott kezdtem. Annyit küldenek mindig csak, hogy számlatartozás miatt 14 órán belül kikapcsolják a telefonomat. Ha nem rendezem. Semmit. Na, az is tök érdekes. Ma talán egy boldog névnapot, hogy írja a Pannongi SMS. Kim vagy külföldön például, és jön az SMS, hogy, hogy ön mindjárt többet fog költeni, mint amennyit egyébként havonta szokott. Igen, a havi mobil adatkerete. Nem sokára elfogy. Nem, most nem azt mondom, hanem amikor van egy átlagos telefonálási szokásod, mondjuk 20 ezer forintért telefonálsz egy hónapban, ki vagy külföldön, is már 25, és ő leállítja, hogy te ne menjél tovább. De ember, 98 óta befizetem a számláimat. Akkor nem? Hogy akkor nem azt mondják, hogy lehet, hogy nagykorú lettél bankilag, és ez náluk a 18 év, ez egy ilyen nagy dolog, hogy és most létől önálló. Igen, most már a hiteled megáll a saját lábán. Igen. Úgy, de szeretné. Nem kell aggódnod miatt, mert elég nagy, hogy tudjon magára vigyázni. Így van. Igen. Most szokták mondani, hogy a tartozásom elég nagy, hogy tudjon magára vigyázni. Nem aggódom miatt. Ezt szokták mondani. Nincs már meg ez sajnos, ez a személyes hangvétel, ez nincsen. Én is ugyanen a banknál vagyok egyébként, amióta vállalkozó vagyok. Na, és kaptál valaha valamit? Még nem is tudom, talán postabankként kezdte. És örülnék a Prince Gábortól azért egy SMS-nek, hogy... Prince úr, jó napot kívánok! De nem volt. Úgyhogy... Sose kaptál semmit. Az utolnál vagyok azóta is, és semmi. Nem. A hűséget olyan jó lenne díjazni egy kicsit. Tessé. Hát vagy van lehet, hogy a régi számomon gyűlik. Tudod? Elővenném a Nokia-t, bekapcsolnám, és ott lenne. Sőt, hogy nem a régi 21-10-es Nokia-t. Az E pluszos telefonszámon is bekapcsolni, hogy és jönnének egymás után az SMS-ek. Hogy gratulálunk, Jánosan elérte a mitén aranyfokozatú bankhasználó címet, ezért aztán jóváírjuk a nem tudom mit. Amennyiben ezt igényli, visszajelzi felénk. Igen, és ez elment. Ez 10 évre elment. Igen, 10 évre elment az összes bonusz. Hát ez nem szép. Semmi. Igen. Legalább küldhetőnek tényleg egy doboz marcipánt, vagy ilyesmi. Na jól van, azt mondja, hogy kedves Ferenc, az üdvözlő SMS árát levontuk az egyenlegéből. Ne rendes. Tényleg egyébként azért is én fizetek, nem? Hát igen. Ha kérsz az utalásaid után SMS-t, akkor azt kifizettetik veled. Azt igen. Lehet, hogy ez is. A fogadás is simán lehet. Igen. 26 éve vagyok a 3-betűs banknál, még egy SMS-re kaptam, soha, hírj egy másik. Akkor örüljek, jó? Akkor meg vagyok. Engem legalább köszöntöttek. A Note 7-et akartak neked küldeni, csak a Note 7 hívája miatt, ugye ne robbanjon fel a kezedbe. Ezért nem küldték el, ezért csak egy SMS maradt. Köszönjük szépen, hogy elküldött. Milyen rendes ez a bank, tényleg új Samsunggal akartak meglepni, csak nem akarták, hogy lerobbanjon a füled, és ezért inkább visszavonták. Na jó, van, hogy állunk játékkal? Mi a helyzet? Nyertünk? Nem, én kikaptam, emlékszem. Nagy játék volt. A fáradt profival játszottam. Fáradt profi legyőzött, úgyhogy ma újra visszavágnánk, vagy hát visszavennénk a pontot, hogy tudjunk egyenlíteni. Úgyhogy lehet jelentkezni játékra, jó? Ha játszanátok velünk. Ákos elmondja a híreket, aztán jövünk a játékkal a hírek után. 3-7 múlt, pontosan 4 perccel. Hello mindenkinek, drága hallgató. Kedv van, ez már egy fokkal jobb, mint a hétfő, de még mindig nyálkás, csúszós idő, talán nincs annyira hideg, mint tegnap, és jön vissza a, hát nem azt mondom, hogy a meleg, de napról napra egy-egy fokot nyerünk, úgyhogy jövő, a hétvégére megint elképzelhető, hogy jó idő lesz, és sütni fog a nap. Hát nem, nyilván nem 25 fok, de egy ilyen 12-13, ami azért még egy szép kirándulós idő. De ez az inges, ezt mondjátok, hogy tényleg ez normális, hogy egyik reggel 0 fok, másik reggel meg 8 fok egy nappal később. Az nagyon sok, igen. De hát ilyen lesz, hát most már azért októberben jönnek a hűvös reggelek, az orvos és a köccitálás. Én biztos vagyok benne, hogy ebben az évben lesz elég hó, vagy a jövő év elején. Szinte biztos vagyok benne. Hát ilyenkor nem is tudom, hogy mikor volt utoljára hó. Hát ezek egy csomó eső volt, hát igazán. De azért jól nézett ki. Jól nézett ki, szép volt a kékes, igen. Igen. Na. Fel is megyek a webkamera. Hogy Isten kezdődik. Újdonság, izgalom. Itt van a játékosunk már is. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló. Jó reggelt. Sziasztok, jó reggelt. Hello, ciao. Laci, honnan hívtál minket, Laci? Sadáról.
Szadáról. Kassa Tibi otthona. Igen, igen, bár mi sose láttam itt. Nem? Mert fönt lakik a hegyen. Igen. Ő lenéz föntről. Szada, hát, Szada az Pest megye Beverly Hills-e. Azt mondják? Kivel játszaná? A Janival szeretnék. Na, Janival. Indítjuk az órát. Jó, 3-2-1, és tessék. Laci, meló előtt, vagy meló után vagy? Meló előtt vagyok. Meló előtt, akkor most mész. Most megyek. Mit melózol? Bálázó vagyok. Bálázó? Igen, igen. Jaj, basszus. Ez a visszakérdezés klasszikus esete, de a visszakérdezés nagymestere. Ez az. Bála, igen. Bála, így van. Ez a gazdaság. Annyira örültem, hogy beszélhettem veletek, hogy el is felejtettem, hogy játszunk. Azt én is hallottam ebből a baromi nagy igenből, amit bedurantottál. Igen, kettőt is. Kettőt is, ráadásul így egymás után. Mezőgazdasági bálák? Hogy? Nem. Ilyen csomagoló gyár, és akkor ott a külön bálázzuk az a különböző anyagokat, és akkor újra hasznosítják azt. Na jól van. Hát ez egy szomorú végjáték. Hát köszi. Sajnos. Kellett a pont. Hát tegnap után arra úgy, Laci. Bocs. Semmi gond. Ez van, semmi személyes. Ciao. Hello. Szia. Meg kellett húzni, ott van a pont. Így is van, egy-egy. Egy-egy van, éj. Szép volt, Jani. Köszönöm szépen. Megelted a pogit. Hoztam a kötelezőt. Aha, itt állalkodik egy ilyen kis magvas pogácsa. Lakizacskom a Zsülnek mennyivel kellemesebb reggelije van. Hoztad? Mit van? Hát hogy a miért kap mindig? Hát azért, de tudod miért? Mert tegnap kiúszta Feri. Hát a tegnapi hámi kalandot. A fotózás megígértem neki, érted? Tehát, nem, hát minden reggel kapsz nem, egy ilyen. Nem. Mit tudod, hogy te mikor kapsz és mikor nem? Minden reggel hozol neki reggelit, már bocsánat. Az van, hogy nem tudok, tehát, hogy én nagyon kevés szénhidrátot eszek reggel, ilyen péksütemény formájába, de nem tudok annyira keveset venni, mint amennyit eszek, és ezért mindig a fennmaradó részt odaadom a Zsülnek. És ez már így megy, nem tudom hány éve. De hogy nem tudsz annyira keveset venni, hogy lefelezed azt a kis croissant, és persze, veszek egy pogácsot, és a pogácsnak a harmadát én levágom magamnak, és akkor a kétharmadát meg odaadom neki. Ez az? Ez most nem, ez azért van, mert tegnap Ferit húztak ki az állószépségverseny kapcsán, és ezt meg akartam hálálni valamivel, mert akkor nagy kő esett lesz szívemről, és mondtam, hogy nekem ez megír egy tarjás croissant. Meg egy... Még Rudit is. Tudod, hogy én mit hoztam volna neked, ha nem engem húzol? Tudod, hogy mi? Tőlem azt kérsz, amit akarsz, mert én még nem hoztam semmit, de nem kell indulnom az ánus szépségre. Hát ez az. Kész már a profilkép? Megvan a fotó, alakul. A föltöltést. Már Instagramra vele? Most? Megvan a fotó. Egy gyerekek azt mondja, hogy gyerek még megcsinálj. Letöltöttél valamit, vagy a tiéd? Nem az enyém, de nem töltöttem le. Na? Nem az enyém, de nem töltöttem le. Családtag. Békát alvás közben lefokoztad. Fölhajtottad a babát, és azt mondtad, bocs, béka. Nem, aludnék. Béka, lencs, hagyjál már. Akkor kié vagy, hogy? Jó, vissza. A Jani ötletét vittem tovább. Igen, amit a Jani mondott, mert ugye most már nekünk is van házi állatunk, tehát egy irgalmatlan macskos fenék van a fotón, és az én azzal fog pályázni. Úgy döntöttem. Nem, az nem jó. Hát de én nem akarom lefotózni. De nem mondtuk egyébként. Hát de nem teszünk hozzá arcot. De ott fog keringeni a neten, világ életemben, hogy a Rákóczi. De hát ott leszel 100 segjük mellett. Nem. 500 segjük mellett ott leszel. Nem fogja tudni senki, hogy a tiéd. De mindenki tudni fogja, hát hogy ne tudná. Hát be kell regisztrálni név, azt mondjuk megadhatod kamuna. Hát beírsz bármit. E-mail, vagy akkor kell csinálni egy Magyarország, hát most, és ha nyerek, akkor mi van? Akkor megyek ki Amerikába, azt mondom. Hát akkor 5000 dolcsit én kapsz. Vagyok. Hát... De nincs az az 5000 dollár, amiért a juxidat fölteszed a netre, ember. Azt nélkül simán. Nem teszed föl, tesse. Ha engem múlszatok volna, simán. Ah, nincs tétje. De van. Mi? Az, hogy a lukad van az interneten. Na jó, hát arc nélkül ott van. Hát arc nélkül mennyi minden van fönn? Hát arc nélkül már én is küldtem egy csomó mindent magamról a haverjaimnak röhögve. Érted. Tehát, majd egyszer kikerül, majd meg. De nincs ott az arc, hát nem tud kikerülni. Hát de ezt nem kerül? A haverjaidnak küldöd de át, hanem fölteszed hát az internetre. Nem, puha vagy. Hát ez nem jó. Te voltál a legnagyobb izében. Akartam mondani, hogy már érted, de vannak, akik a választásokon is indulnak ilyen arckifejezéssel, érted? Mondjuk abban több pénz van. Hát így nem jó. Figyelj. Nem jó a macska feneke. Te tegnap nem tiltakoztál ellene, hogy állatpopót töltsünk fel. Ha nem az, hogy nem tiltakoztam, de akkor még reménykedtem benne, hogy ő megcsinálja az igazit. Hát egy macska ánusz, hát az...
Te most őszintén kíváncsi, hogy a Ferinek a... Na, senki nem kíváncsi. Persze. Hát nem arra, hanem mondjuk adjon egy hát számot, hogy hol van a feltöltés. Na, ugye, már tudni csak azt akarom hogy látni, hogy hol van a feltöltés. Tehát már tudni akarod, hogy melyik az enyém. Onnan már csak egy lépés, hogy egy ország azt fogja mondani, Jézus Úristen. Megígérem, hát, hogy nem mondom be. De úgyis elmondod. Nem. Ha Jani is megkér valami, nem mondjam be adások, nem mondom be. Megígérem, hogy nem mondom be. Sosem. És valamikor eszébe is jut. Utólag, miután már bemondta. Óvjunk. Hát elnéz. Óvás van. Ezt én megóvom. Ez így nem verseny. Hát ez így nem verseny. Az igazit akarod. Persze. Mit akarsz az én ánuszomtól? Kérlek, hát hagyd már békét. Elindítani az ánusz szépségverseny világbajnokságon, aminek a tétje, mint tegnap kiderült, $5,000. Tök jó. Nem a második 3000, a harmadik 1500. Higgyétek el, megnéztem a pályamunkákat. Egy tükörrel? Ja, pályamunkákat, azért nem belenéztél egy tükörbe. Nem nyerhetünk. Nem nyerhetünk? Balázs semmi konkrétat nem akar, egyszerűen csak fel akarja perzselni a tekintetével az ánuszodat. Gyere, nézd bele. De aki nem hallotta volna, tegnap ánusz szépségversenyen sorsoltuk ki saját magunkat, mert hogy van ez a verseny arc nélkül, és $5000 nyer a nyertes, és mi hát kihúztuk. Először ugye Janit, aztán kiderült, hogy mind a három szetli Jani volt. Erre ő rájött sajnos, ez az én merényletem volt, de lebuktam. És utána viszont húztunk még egyet már igazságosan, és akkor viszont Feri jött ki. Kicsétek, hogy hát úszom ez... ezeket mindig meg, nem? Na, szóval, hogy, bassz, van, hogy van ez, hogy ez megint így rólatok szólt. És pedig már meg is volt a kép. Én nekem csak bele kellett volna néznem a telefonkönyvembe. Behívtam, hogy ánusz szépségverseny, hogy fölmenjek az oldalra. Az első friss hír, ánusz szépségversenyen indul Rákóczi Feri anyád. Tényleg. De jó, híres lettél megint. Már be is linkelem a Facebookra. Ne azért seggemben. Már is linket ezek a Facebook oldalamra. Melyik ez a paraszt? Annyira irigy vagyok. Érted? Jó, de éreztem, hogy nem engem kell húzni. Jó, tehát itt a vége. Ehhez most már mi az, hogy most már tényleg most már nem mindegy, ott van a neten. Hát akkor ehhez egy fotó már nem mindegy. Hát most már így is úgyis ott vagy a neten, hogy ánusz szépségversenyen indul. Itt a vége. Akkor most már nem, itt a vége. Legitimáljuk a dolgot így, hogy fenekedet. Nem, az én fenekem. És 18-as karika vagyok. Nézd meg, rákatintasz, és azt mondja, hogy 18-as felnőtt tartalom. Mitől 18-as az, hogy ánusz? De most komolyan mondom, kimondhatom, hogy hónaj, kimondhatom, hogy alkar, kimondhatom, tudom, hogy tarkó, de nem mondhatom ki azt, hogy nem. ánusz. Júli ánusz barát, szerintetek? Kérdezzük már meg Júlit. Én biztos, hogy szerintem Júli ánusz barát. Érted? Figyelj, én azt gondolom, hogy bármiféle probléma lenne úgy az ánusz, hogy az ánusz egy olyan dolog lenne, amit szégyenünk kellene, akkor jó Isten, nem teremtett volna meg. De ki lehet mondani? Hát ez ne legyen már 18 pluszos, hogy ánusz. Hát miért? A száj, a torok is egy testnyílás, nem? Tehát az mindenkinek van, még a KDNP-seknél. Igen, semmilyen Zsoltak is. Értem, van ánusza, nem? Hát van, most nem hiszem, hogy Gyónnak miatta. Ne legyünk álszentek. Érted? Hát, na mindegy. Képet. Nem, képet, kész, itt a vége. Képet. Tehát nézd meg, jön ez a hülye izécik, és ott most lépsz te vagy egyből. Képet. Balázs, hogy benne van egy picit. Képet. A tiédről. Fotozzuk le titokba. Csináztassuk be, és fotozzuk le. Kávissuk el egy elefánt altató lövedék. Terítsük le az óriást, fotozzuk le az ánuszát, aztán ébresztjük föl. Klorofilos, nem vagy mi az, mert vattát a szájába. Vegyük meg az urológusát. Egy perc, pontosan 7 óra, jövünk a hírek után. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban a Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük! Klassz! Csak slágerek, Klassz FM, a rádió. Pak! It's my... A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Balázs és Jani persze tanácsokkal is ellátták annak érdekében, hogy a lehető legelőkelőbb helyezést érje el a versenyben. Megjél rá még.
Ez rohadék! Így van. Feri sikere hát ez... konkrét tímet alakítottak, ahol mindenkinek megvolt a saját helye. A Morning Show hallgatói egyöntetően álltak Feri mögé, nagyon hogy megvalósíthassa élete álmát, és ő lehessen a világ legszebb álószabbi győztes. Ne színez, mert pofon igen. lesz. A három műsorvezető a röhögés mellett ezúttal a tettek mezejére is lépett, egymás mindig közül sorsolták ki, akinek másnap forra fotót kell készíteni a saját álmuszáról. A szerencsés nyertes Rákóczi Feri lett. Fantasztikus. Így van. Mert amikor őt húztuk ki, akkor teli szájjal röhögtél, akkor nem Nézd sajnáltad. Akkor de... kac, most meg itt adod a izét, aki nem meri lefotózni az ánuszát. Mi? Amikor az jött, hogy Jani kicsapkodta a pultot, te meg én? Érted? Hát de te végig csapkodott, te személy. Aztán hirtelen kiderült, hogy te akkor meg már nem csapkodjuk annyira a pultot, igen, mi? Igen, tök fura volt, de... nem hagytál a szádat az a mondat, hogy szegény végig. Jani. De... igen, akkor nem volt ez a szolidaritás. Szegény Jani, hogy belülívta, belülvéreztem. Azt láttam, hogy valami van belül, csak nem tudtam megfogalmazni, hogy mi az. A írója azt mondja, a szerencsés nyertes Rákóczi Feri. Szerencsés? Nagyon jó. Aki akármennyire is tiltakozott, nincs más választása, ha néhány órán belül legkésőbb produkálnia kell egy fotót a hátsójáról. Nagyon jó. Egyik kedves hallgatónk Krisztem, aki valószínűleg asztrológus írja, hogy a most ért a csillagjegyet az Uránusznak. Uránus. A sávjába, úgyhogy de valószínűleg ott Feri hazament Velencére, és ezt csinálta. Fotózás. és zsült kerget. Ahogy emberünk összeomlott a Népszínház utcában, igen, úgy omlott össze Feri Velencén. Nem omlottam, csak itt most már megállnék, tudod? Tehát én azt érzem, nincs benne több. Nem, igen, ez tök jó egyébként, hogy tényleg... Még nem vagy Howard Stern, azt érzem, hogy még nem vagy igazán Howard Stern. Tehát vagy, még ellettünk se lett. Akartam. Ha az én nevem lenne ott, már ott lenne a fotó. De milyen az élet? És láttátok egy sorszám nélküli feltöltést, illetve még az is lehet, hogy a fotót is megmutatnám, vagy rákereshetnétek, ha tényleg megírnétek, hogy nem mondjátok be a ezért adásba. Szép a világ, tudod, hogy sokfélék vagyunk, te kiteszed, én tehát nem teszem. Arc nélkül? Nem arc nélkül, hát itt van a magyar lány, a Judit, aki föltette a lyukát, és már tudják, hogy kicsoda, érted? Hát ne legyünk közönségesek, tudja. Használjuk a latin kifejezést. Használjuk az ánusz, az kimondható, az sokkal szebb egyébként. Terra incognita. Tehát már föltette, érintetlen terület. Itt van, van egy lány, aki föltette az ánuszát erre, és már ott van a profilképe, már minden ott van. Tegnap a live.hu még Jani nevével cikkezte. Ők legyből megírták a cikket, míg amíg te voltál, nem hallgatták még a műsort. Megszólalásokat, semmi közöm ez a sztorihoz. Igen, na, valódi újságírókok mondanak dolgoznak. De azok nyomorultak, mi? Na. Hát, na jó, ja, ha már itt tartunk, nem csak ők. Én is. De milyen a sors, nem? Tehát, hogy beírod azt, hogy Rákóczi Feri, és utána nyomsz egy entert, és nem az dobja ki, hogy Rákóczi Feri és kollégái vénaszkenerekre gyűjtettek a beszélni. Nem, Rákóczi Feri, hát ez ilyen. Istenem, hogy azért ilyenkor a sors mindig egy picit mellé, már komolyan mondom, hogy engem tényleg egy kicsit szeret az élet. Szóval, hogy a kutya fáját, hát egyszer a te nevedet húztuk ki, egyszer a Feriét, hogy nem tudjátok soha ilyenkor az én nevemet kihúzni, bár ez nem igaz, azért a gépszárnyára ki kellett ülnöm, meg volt egy-két dolog, amit én is megszívtam, de hogy azért ilyenkor valahogy pont megúsztad. Pont megúsztam, igen. Tehát most beütöd, érted a nevem, vagy mit tudom én, rákeresel. És nem az, hogy Rákóczi Feri főztje, vagy Rákóczi Feri nem magyar tudom. Magyar lányi a világ legszebb ánusza, a Rákóczi indul az ánusz versenyen, exkluzív interjú a legszebb vaginájú magyar lányi. Bocsánat, én beütöttem, hogy Rákóczi Ferenc, nekem még mindig második Rákóczi Wikipédia, első Wikipédia, Rákóczi Ferenc Facebook, azt hiszem te vagy, így van Rákóczi Ferenc Starlexikon, de én még úgy nem látom, ha azt ütöm, tehát utána második Rákóczi Ferenc általános iskola, tehát elsőre azért nem dobja föl, még nincs nagy baj. Ánusz. Vagy Rákóczi Ferenc ánusz? Nem, hogy csak simán engem törő ki. És Google-ol, hogy ánusz? Ánusz szépség. Ánusz? Nem, így, ezzel. Bejutom el, jó, ánusz, ánusz 67, ezt ütöttem, várjam. Tátongó ánusz, jaj, bocsánat. Na, hop-hop. Gyerekek, ki lehet mondani, hogy ánusz továbbra, és azt üzenem az NMA-nak, meg bárkinek, aki föl akar bennünket nyomni, hogy ugyanolyan szó, mint a így hónaj. És van. Ugyanolyan szó, mint a torok, és ugyanolyan szó, mint a köldök. Tehát ezt adták, egy latin kifejezés, ánusz. Ebben nincsen semmi rossz, beütöttem, ánusz. Természetes dolog. Mit jelent az ánusz szó, gyakori kérdések? Ánusz jelentése idegen szavak, nekem nem dobja még föl. Ánusz szépségversenye. Ja, ánusz szépségversenye, bocsánat. Igen. Szép. Ánusz szépség. Várjál, ezt hával írtam.
Ó, találtam egy mondást. Le style, c'est la hall, vagyis a stílus, illetve a look magas. É, bocsánat, így van, ott igen, vagy. Igen, pörött. Nem, jó, elnézést kérek, tényleg ott vagy. Érted? Hát nem akarok első lenni. Nem kérem, köszönöm. Oh, jó volt, szín. Aranyos volt. $5,000, Feri! Hát mi az? Az sok pénz. Az nagyon. Az egy nagy nyaralás a családban. Az rengeteg sok pénz, $5,000. Ne beszélj így, Jani, kérlek szépen. $5,000 a fő. Erre is ki dobja. Ugye, milyen érdekes? Aj, Istenem. Azt hittad, hogy Rákóczi Feri. Írd be, hogy Magdi Ányus. Írja valaki. Írja, hogy Magdi Ányus. Igen. Na jó, majd gyorsan nézzük a közlekedési híreket. Mi a helyzet? Azt mondja, hogy... Igen, hát jönnek a szójátékok, köszönjük szépen, a csajok is ráfűztek, Feri kedvenc állata a varánusz, köszönjük szépen. Mi a helyzet az utakon, írjátok meg nekünk. Ne hagyd magad, Feri, közben jönnek, ezek hülyék már, mint Balázs és Jani, látod? Tehát egy csomóan veled vannak közben. Én lájkolom. Na, azt mondja, hogy igen, GoPro-t a budiba írja egy hallgató. Gyerekek, viszont kevés a közlekedés hírünk, úgyhogy, úgyhogy küldjetek. Jó, baleset a Budakeszi úton, a felüljáró Budapest felé. Aztán azt nézem, hogy... Aika előtt vámosok igazoltatnak a 8-as főúton. Pumba küldte. Mészáros utca sem az alkotás, sem a Gyűrű föl nem közelíthető meg rendőri helyszínen, és miatt lezárva. Krisztá, köszi, hogy elküldött. Mit találtál róla? Ne értjük azt, hogy a 24.hu van föl ez a cikk Feriről, és miért egy ilyen indokolatlanul visszafogott és szerény képe? Közben azért annyira jól megtalálják a képszerkesztők mindig, hogy mit kell feltenni. Ánusz, az kijön a képed. Na. Az ánusz egy matematikai mértékegység. Ánusz plusz bénusz egyenlő cénusz. Na jól van. Oké. Hát így vagyok. Tudom, előrántod még, tudom. Ismerlek. Balázs, kérdezi egy hallgató, lesz disznóvágás? Sok pálinka nincs ennél szebb, ott megcsinálni a fotót. Geri Golföt küldi nekünk. Dolgozunk a disznóvágáson, nem engedtük el olyannyira, hogy már vannak ötleteink a helyszínre is. Mondunk mindent, úgy néz ki, hogy lesz helyszín. Naponta jönnek felajánlások. Bizony, megvan a malac, ugye Feri megszerezte, bejelentkeztek jó ismerősök, akik hoznak egy csomó mindent, úgyhogy a különböző engedélyeket még megszerezzük, ugye ott a helyszínen már nem fogunk ölni állatot, már a malac úgy jön oda, úgyhogy szeretnénk még így november közepe előtt egy nagy közös, ilyen Morning Show-s, Klassz FM-es, hallgatós, evős, ivós, valóban ilyen igazi cigányzenekaros, klassz, jó hangulatú disznóvágást megcsinálni, úgyhogy dolgozunk az ügyen, ezt ugye pénteken vetettük fel a kitelepülésen, rajta vagyunk, szerintünk összejöhet, úgyhogy jól állunk, beszélgetek sokat a szélszel, meg a promóciós csajokkal szervezik. Lesz egy ilyen nagy vigadalom még itt. Ánusz fotózás az egyik darab. Kiegészítő programként. Tegnap például azt hiszem, hogy valamilyen gyantát ajánlottak fel, amit a disznó szörtelenítésére használnak, nem, vagy perzsölésre, vagy valami ilyesmi. Nem, én ebben nem vagyok otthon, mert ez nekem teljesen új info volt. A palack meg a... Nem, valami anyagot, amivel a disznót kenik be. Adjuk már, ez diszkó, nem disznó. Azt értek, hogy te ezt ismerni fogod. Nem, mit bekenik a disznót perzsölés előtt? Igen, valami ilyesmi. Azt is felajánlottam. És akkor utána lehúzod róla, mint a szörtelenítésnél. Nem tudom, azt írták a levélbe konkrétan, hogy te tudod, hogy miről van szó, de visszaértem nekik, hogy téged most egészen más dolog foglalkoztat, mert te indult el egy kicsit. Feri most egy kis kézitükörrel és egy iPhone-nal egyensúly az a buliba. Igen, de hogyha jó ánusz küldjenek belőle, akkor erre is jó lesz. Megtisztítaná a csalitost is, feszíves. Gyerekek, Ferit ismerve, itt jön a komplet csapat disztó, aminek akkor ők hoznak cakumpak szettet, minden. Állványt, böllért, kést, gumicsizmát mindenkinek, nőket, akik ott már a gulyáságyúval csinálják a hagymásért, tehát ott komplett tím jön akkor ismerve. Így is ismerve Feli brigádját, ott felvonulunk, tehát akkor ott demonstratív jellege megjelenik. Fotózásban nem vagyok erős, ezt adom, de a disznóvágást azt vállalom. De ezt szerintem a lelkesedésedet mindenképpen értékelni fogják. Tehát, hogy az olyan, hogy külön díjazik, kinéz. Az ki. Igen. Van egy szabad egyem számodra, Varánosz koncert, ja. Szavér koncert, Varánosz Szavér koncert. Közben utána néztem, tudjátok, mit csinál ez a cég egyébként? Melyik cég? Aki meghirdette a versenyt. Ők egy magyar cég? Nem, ők egy amerikai cég. Csak mondom, azért. Férfi játékszereket. Igen? Igen. Nagyon tehát, jó. Ez egy promóció is egyben. És tök, hogy ezt egy csomó nem tudták hallgatóink közül, és most már ezt is tudják. Úgy is kiderül, látod? Hát aki nem hülye fölmegy rá, az rögtön látja. Igen. Na, egy nagyon helyes dolog történt a Bryan Adams koncerten, ugye Csabi mesélt nekünk, hogy ő ott volt, de erről ő nem mesélt, aztán ez eljutott hozzánk,
hogy mi is történt pontosan, de nem akarjuk mi elmondani a történetet, mert szerintem az a legjobb, ha a történet szereplője mondja el, hogy mennyire jó arc volt Bryan Adams ezen a bizonyos budapesti koncerten, és hogy milyen helyes dolgot tett meg. Ugye az arénában volt ő, és... És most hívjuk Bryan Adams. És hívjuk Bryan Adams, de jó lenne angol szász műsort csinálni, gyerekek, nem? Milyen jó az angol, az ausztrál, az amerikai, a kanadai rádióknak, ahol tényleg ez így működik valójában, hogy egyszer tudsz... Domálok egy világsztárral. Tudsz egy világsztárhoz menedzsertel telefonszámot szerezni, és föl tudod hívni, igen. Szóval baromi helyes volt, és én mindig szeretem, amikor a világsztárokról derül ki az, hogy ők is emberek, hogy érző emberek, és hogy ilyen és helyes gesztusokat tudnak tenni azoknak, akik szeretik őket. Itt van velünk Évi, hello Évi, jó reggel, ciao. Szervusz, sziasztok. Hello Évi. Na, én nem mondtam semmit a te történetedről, csak az, hogy te majd elmondod, mert én elolvastam, és ez egy baromi helyes dolog egyébként. És ugye egy Bryan Adams koncertről van szó, ahol is mi történt pontosan? Hát igazából az történt, hogy édesapám kapott két jegyet a születésnapjára erre a koncertre, és hát ez azért volt annyira izgalmas, mert apu korábban nagyon sokat volt kórházban, különböző kezelések miatt, és akkor a Bryan Adamsok adtak neki erőt, de hogy ott is volt egy igazán kedvenc száma, és ez volt a Here I Am. Hát mikor megnézegettem a setlisteket, hogy fú, hát akkor ez a szám vajon lesz-e, akkor láttam, hogy ez eddig egyiken sem szerepel. Mert hogy apukát sokat hallgatott Bryan Adams, és nagyon szereti őt. Nagyon-nagyon, igen, hát abszolút a kedvence, de ugye nagyon-nagyon szereti. És akkor hát ezen gondolkodtam, hogy akkor hogyan tudnám ezt megoldani, hogy amennyiben ő ezt így nem játszta a koncertjén, hogy ez akkor mégis így elhangozza, és hát igazából erre egyetlen egyszerű megoldás jutott eszembe, hogy hát akkor írok neki. Hogy írsz a hivatalos Facebook oldalára, hogy játssza le a dalt? Igen, írtam neki a Facebook oldalon, illetve a menedzserének is írtam, igen. Hát mit írtál le pontosan a levélben? Tehát miről szólt a levél? Hát a levélben leírtam igazából pontosan ugyanazt, amit most nektek is itt elmondtam, hogy a kezelései alatt mindig az ő számait hallgatta, de hogy a kedvenc száma az a Here I Am című rajzfilmbetét dala, és hogy hát igazából ez az egyetlen egy ilyen nagy kívánságom van, amiért itt egész életemben hálás lennék, hogyha megtörténhetne, hogy ezen a koncerten ő élőben meghallgathatja ezt a dalt. És hogyha erre egyetlen esély is van, akkor ezt váltsa valóra ezt az álmat, és nagyon szépen köszönöm neki egyébként, hogy így főnöképp a számaival így megmentette apukám életét, és hogy így segített neki kitartani a nehéz időben. És akkor a terve az volt, hogy a szülők elmennek a koncertre, vagy hogy te mész el, és majd elmondod, hogy ez a dal is elhangzott? Nem. Hát édesanyám és édesapám mentek el, tehát apu két jegyet kapott a koncert, és anyukámmal mentek el ketten. Én pedig csak így egy kicsit így rájátszottam a dologra annyival, hogy írtam igen a Facebook oldalon Bryan Adamsnak ezzel kapcsolatban. Írt valaki választ? Vagy válaszolt a menedzser? Vagy amíg el nem kezdődött a koncert, igazából nem tudtad, hogy célba érte? Hát annyi történt, hogy kaptam egy válaszlevelet, hogy továbbítjuk a leveledet. Egy ilyen hivatalos valami. Hát igen, egy ilyen egy soros, hogy továbbítottuk a leveledet. És hát igazából nem is gondoltam volna, hogy ebből bármi lesz, tehát tényleg ez csak egy ilyen apró kis próbálkozás volt, hogy ha el se küldöm, akkor biztosan nem lesz, így meg hát, hogyha mégiscsak megtörténik. És hát ugye aztán anyuék elmentek, hogy anyuim és apu elmentek a koncertre, és hát már egy órája mehetett kb. A koncert, amikor csörgött a telefonom, és apukám hívott. Felvettem, és hát annyit hallottam, hogy így zeng a Here I Am a arénába a túloldalról. Nem mondod komolyan. De igen, és nagyon megható volt. Úgy egyébként kicsit most is meghatódom, hogy beszélek róla. Szóval nagyon-nagyon megható volt. Tényleg csak annyit tudtam, hogy nagyon hangosan mondani a lakásban, hogy úristen, ezt nem hiszem el, úristen, nem hiszem el. Tehát is szerintem az összes szomszéd egyébként hallotta, hogy itt most valami nagyon klassz dolog történik. Úgyhogy hát én nem tudom, mai napig is. Tehát, hogy így visszagondolok, akkor így teljesen borsódzik a hátam, hogy ez tényleg megtörtént. Tehát ő tulajdonképpen felvette a setlistjére ezt a dalt, eljutott hozzá az üzenet, és ugye ezt nem játsza, de a te kedvedért és a levelet kedvéért ő ezt eltolta ezt a dalt a koncerten. Igen, így van, meg hát el is mondta az üzenetemet, tehát hogy ő ott így elmondta, hogy mi volt a levelem tartalmam. A színpadon elmondta tényleg a leveledet? Igen, és hát konkrétan elhangzott az is, hogy akkor így, hogy valahol itt ülünk mi is, és hogy akkor az Évi szüleinek és különösen apukájának nem mondod komolyan, hát de jó volt. Igen, ugye tényleg hát ilyen, ez ilyen szuper megható, hogy utólag volt, aki elküldte nekem is így a felvételt.
Hát nagyon, tehát tényleg abszolút nem is gondolnám, hogy ilyen így tényleg létezik, úgyhogy hát hatalmas meglepetés volt tényleg ez az egész történet. És mit szóltak a szülők, amikor egyszer csak meghallották, vagy utólag jöttek rá, lehet, hogy nem is figyeltek, hogy éppen mit konferál a Brian, hogy egyszer csak elkezd beszélni erről, és hogy ő a színpadról tulajdonképpen hát személyesen mondta el a levelet. Hát azért ez nagyon kevés embernek adatik meg. Igen. Hát anyukám be volt avatva. Ő be volt avatva ebbe a történetbe, nem bírtam ki, hogy így nem mondjam el neki. És hát igen, egyébként meg ott hallották meg, hogy ez így történik. Aztán, amikor így a nevem is elhangzott, akkor így elég egyértelmű volt meg a sztori Palotbudón is, hogy itt apumról van szó. Úgyhogy igen, egyébként meg így a mai napig mondogatja, hogy úristen, nekem éneked Brian Adams, és hogy ez így mekkora dolog, és egy nagyon, tényleg nagyon boldog. Tehát egy ennél tökéletesebb napi ajándékot elképzelni nem tudok apukámnak, úgyhogy nagyon-nagyon boldog vagyok. Hát azért ez nagyon menő ilyet csinálni, nem? hogy egy világszár tulajdonképpen az a gondol az ember, hogy el se jut hozzá levél, vagy nem továbbítják, mert van ezer dolga baja, igen, meg nem tud ezzel foglalkozni. Beolvassa a levelet, felkonferálja ezt a dalt, üzen az apukának, elmondja, hogy te írtál, és hogy miért adja most elő ezt a dalt, kvázi tulajdonképpen üzen a színpadról az ott álló családnak, vagy az ott álló két embernek. Hát ez nagyon-nagyon szép. Nyilván naponta kap 100 ilyen kérést, vagy még többet. Most megnéztem, 5 millió ember van egyébként fent a Facebook oldalán. Tehát, hogy igen, akkor simán elsikadhat. Akkor a Tibinek még van hova fejlődni. Hát ott léheg a nyomában. Igen. Szóval simán, nyilván minden koncerten kap ilyen, mondjad? A legnagyobb meglepetés az volt igazából, hogy én aznap írtam, tehát ez ilyen délután, nem tudom, 1-2 körül, tehát még csak nem is az, hogy itt napok teltek el, hanem itt néhány óra perget le, és hogy igazából te úgy voltam, hogy úristen, most ki fog oda menni szólni, azt backstage-be közül, hogy Brian, egyébként így lenne egy szám, amit le kéne játszani, de hogy ezek szerint mégis van. Hát még azért ez nagyon ritka, van egy program, van egy menet, igen, van egy begyakorolt ugye setlist, ami alapján mennek, a zenekar azt tudja, arra van rávnyá, eljátszanak bármit, de hogy ezt egy műsort szoktak ugye végigvinni tulajdonképpen, azért ez nagyon ritka, hogy valaki kedvér, nyomjanak még egyet. Koncert előtt, hogy a gyerekek mutatom, D-dur? Igen, meg van mindenki, akkor nyomjuk. Tehát ezt így nem nagyon szokták. Üssé valami, nem nagyon szokták. Egyébként ez abban is kiderült, hogy nem szokta, ugye, hogy a poék így mondták, hogy egyébként így egy reflektorral volt megvilágítva Brian Adams, és egy gitár meg egy zongora szólt. Tehát, hogy itt is semmi más ilyen aláfestés egyébként nem volt, tehát egy abszolút ilyen kis akusztikus formában lett ez előadva. Hát nagyon, tényleg. Igen, azt mondja egy hallgató, hogy mi ott voltunk, nézzük, mint Here I Am Papa, így fejezte be, és egészítette ki a dalszöveget, hihetetlenül megható volt, írja egy hallgató, aki egyébként ott volt a koncerten. Hát ez nagyon klassz, ez nagyon klassz. Hát írtál utána még? Írtál neki valamit utána még? Igen, persze, megköszöntem neki, mondtam, hogy igazából így nem kapok levegőt a meglepődöttségtől, és hogy így amellett, hogy így ennyit segített apukámnak, nagyon szépen köszönöm neki, hogy tényleg egy tökéletes születésnapot varázsolt neki, és hogy hát igen, tehát így hosszan írtam neki, hogy mennyire hálás vagyok ezért az egészet, de erre valójában nincsen elég szó igazából. Hát ez nagyon, nagyon klassz történet, meg lélekemelő és pozitív, szóval ilyet hallani azért az jó. Akkor apukár mostantól úgy járkál, gyerekek? Nekem kicsirigó, ne fütyüljél, nekem játszott. A házi zenészem Brian Adams. Hallod? Kérdés van? Na jó. Csókoltatjuk mi is a szülőket, mondd meg nekik, puszi. Átadom, és köszi, hogy kerestetek. Nem olyan, mintha Brian Adams üzenné, de azért mi is csókoltatjuk apukádat. Jó, és jó egészséget. Jó egészséget kívánunk nektek. Köszönjük, hogy elmondtad, puszi, ciao. Hello. Szia. Ciao, hello, szia, Évi. Hát milyen ilyen sztori, nem? Most azon ő biztos nem nézi a Facebook oldalát oly sűrű, hogy koncert előbb mondjuk, de hogy a menedzsment is ránézett még, úristen gyerekek, jött egy levél, oda menni a Brian, figyelj Brian, emlékszel rá. Halálazák, nagyon jó. Nagyon jó. Hát is ritkán van ilyesmi. Emlékszem, hogy egy ilyen három kívánságos időszakokban voltak ilyenek, tudod, hogy hogy találkozok David Hasselhoff-ra. Kintet az David Hasselhoff-ra. De volt ilyen. Hello, szia, Gene Simmons, hogy anyád vagy? És hogy Gene Simmons fölment egy kisrác, kiszonyatosan egy kis fanatikus volt, bekopogott hozzá, és felment is kisgyerek, köpni nyelni nem tudott. Tehát, hogy nem hitt el, ott állt Gene, egy magyar lakótelepi lakás, nem tudom, a 8. emeleten, és hogy bekopogott, és bement hozzá a szobába. Érted, igen, én vagyok a fenevad. Igen, rányújtott a nyelvét a gyerek. Igen. Hát egy nagyon helyes történet. Ez jó, nagyon helyes volt. 8:03. Jövünk mindjárt, egy pici szünet után. Ákos elmondja a híreket, aztán itt vagyunk mi is.
Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3-4-8-2 perccel értem én, de ettől visszaalszom. Írja egy hallgató. Igaz. De papa jó gyerekek, igen. Hát ha papa szereti, akkor le kellett papának adni. Sokat jelent, papának sokat jelent, mi a hallgatókkal vagyunk, szerintem egy szardal. Ne, hogy így csak ülök. Nem, természetes volt. Nem. Ezt mi is leadjuk. Egyáltalán nem, csak. De imádom, hogy a hallgatók reagálnak. Értem én, gyerekek, értem én. De ettől visszaalszom. Nagyon vártam, szép volt tőletek, Dizsa küldte nekünk. Röhögni akarok, nem bőgni, de nagyon jó fejek vagytok. Jó, de ez a tematikus zenei szerkesztés. Igen, hát a zenék kapcsolódnak. Így működnek a dolgok. Az igen. Gyerekek, utálok 8 óra előtt sírni. De cukik vagytok, írja egy hallgató. Hát ez kiadhatatlan volt, inkább mindig megnézzük, hogy megvan-e az adott dal. Most éppen megvolt. Lassú dal ritkán fér bele a reggelbe, de szerintem ez most így van. Ez most bele. Így van. Hát mondhatjuk egyiket, hogy a Ferivel való beszélgetés után nagy hiba volt, ha nem játszottuk le az Alice in Chains-től a Dunn in a Hole-t. Köszönöm szépen. Igen, a többen jelezték, hogy még ez talán így van. Vagy a Soundgarden, a Black Hole Sound. Szemetek. Igen. Mi a pöcs? Fejbe süt a nap. Ide egy hallgató, aki most ébred. Evita, mi ez? Milyen? Nem pörgetett fel a zene? Nyomtok még egy Vangelist, azt végem. Ugye, aki nem hallotta a beszélgetést, csak ez a zenét nem érti, hogy ez miért szólt. Na, olvassátok azt a nagyon helyes hirdetést, amikor egy bulálap arról írt, hogy eladó a lakás, csak annyi a bökkenő, hogy benne él a nagymama? Hát én imádom az ilyen történetet. Hát gyerekek, megszorultak. Eladó a lakás, de nem tudsz bemenni megnézni, mert ott van a nagyi, aki egyébként kiváló egészségnek örvend, és ő nem szereti, ha zavarják. Úgyhogy megvehetette a lakást, ha szeretnéd, egyébként áron mamival alul, együtt. De úgy tudod megvenni, hogy mamival együtt veszed meg a lakást. Nagyon jó. A maminak ugye van egy haszonélvezeti joga, ami halálig tart, tehát ő tulajdonképpen nem tulajdonos, a haszonélvezeti joga az ugye előrébb van sorolva, a BTK szerint, vagyis amíg ő él, addig azt ő használhatja, de nem adhatod el. De hát eladhatod. Eladhatod, csak nem teheted ki, tehát haszonélvezeti joga van, így van, tehát ő azt használhatja, azt a lakást tulajdonos. De kitenni nem tudod az utcára. 100 literes bojler, beépített szekrény, nagymama, fenyőfalambéria, hogy tetszett mondani? Fenyőfalambéria. Nem, előtte. És ott ül egy nagy, aki kötöget. De meg sem nézheted, mert ő ugye azt mondta a nagyi, hogy nem lehet zavarni. Először mi ez a hang? Almás pitét tetszett a képbe. Ő csak a mama. És mi van, ha még 20 évig él? Hát akkor... Hát ugye ennek tulajdonképpen az a lényeg, hogy ezt olcsóbban veszed meg, kvázi tulajdonképpen reménykedsz benne. Befektetés. És reménykedsz benne, hogy a mama nem él 100 évig. Sokan veszek így. De közben meg mi kívánjuk a mamának, hogy sokat éljen. Persze. De valaki most ezt így árulja, ezt a lakást, hogy benne van a nagymama. Simán lehet, hogy szívós fajta. Hiába te konvektort. Még mindig nem fáltad. Nem, még mindig nem. Én beszélj. Értem én, hogy permetezett volt az alma, de meg se árt nekem. Így van. Két világháború túléltem. Magát is túlfogom. Nekem van olyan ismerősöm, aki mit tudom én, egy picit idősebb nálam, kötött egy eltartásit, mert a mama 70 éves volt, és azt hitte, hogy mamának egy éve van, és mama 93 éves, és ki előbb van fönt a lépcsőn, mint bármelyikük. A mama még nem. Igen. És egy idősebb rokonról van szó, ő 20 év abban reménykedik, hogy meg lesz a lakás. Mama pedig úgy szaladt fel a lépcsőn 93 évesen, hogy csak úgy visszanéz, hogy na mi van, nem jössz? Pedig tolja neki az ismerősöm, meg kecsül fölfele a két szatyorral, és a mama még, szerintem a mamában még 20 év benne van. Legalább. Alsó hangot. Kívánom neki, hogy így legyen, de nagyon röhögök a sztoriáit. És úgy főznek, hogy mindig megnézik, hogy 10 alatt ne legyen benne mesterséges színezék, tudod, 1-2-3 oké, ez jó. Megvan, heti. Mondta nekem, ez tuti biznisz, ő látja a mamán 73 éves eltartási, mama már kezd leépülni, ezt megköti. Mondom, fia, ez eleve nekem nagyon kegyetlen meg az egész, hogy te arra válsz, hogy meghalj, te tök morbid az egész. Két hetet is így látom. Figyelj, mondom, mama 92 vagy 93, szerintem spárfél maraton. Ördög szekérbe legurulja neked. Te 93 éves induló. Igen, lehet, hogy ő volt. Igen. Így is az eltartási lényeg, hogy tulajdonképpen minden költséget állsz, és a gyógyszereket, és a többi befektetés szempontjából, hát ez egy szemét dolog, de sokan csinálják, akkor hogy befektetsz a mamába. Tehát ő tulajdonképpen szerintem egy rózsadombi lakást vett ezzel meg. Igen. És a mamát nem lehet. Mamát nem lehet el. Sehogy se lehet rábeszélni, hogy költözzön már át a vadász. És a haszonélvezeti jognál is ez van, hogy én fizetek mindent? Hát azért az megállapodás kérdése, nem feltétlenül a haszonélvezeti jognál lehet az, hogy ő fizeti a rezsit, és ő áll minden, csak tulajdonképpen nem nincs jogod utcára tenni, tehát az hát, a haszonélvezeti jognál. Mert olyan helyzetben vagy. De van neki rokona például, ugye Éva néninek hívják. Éva néninek hívják, így van a nénit. Neki van Éva néninek, vannak rokonai, de egyébként az én lakásomban él. Hát de ilyen faramúci helyzet. Hát te vagy, bízza benne, hogy nincsenek rokonai, mert és nem látogatják. Viszont igen.
De ilyenkor föl sem mehetek hozzá, tehát nekem van egy lakásom és egy nagyim, akkor az kicsit az én nagyim is lesz, nem? Hát én megvenném ezt a másfél szobás panel lakást, akkor nekem van egy nagyim? Egy plusz. Tulajdonképpen igen. És azért nem árt a jó viszony. Azt írja, szeretne pénzbe fektetni, de nem sürgős a költözés, akkor itt az ideális alkalom. Gondold el a nagyinak ezt milyen elolvasni, nem? Ja, szeretne pénzbe fektetni, de nem sürgős a költözés. Tehát kvázi tulajdonképpen áron alul veszed meg, hogy egyszer majd a tiéd lesz. Igen. Várjál, most az van, hogy a mostani tulajdonos, aki árulja, ő se látta még a lakást belülről. Ő megvette 20 éve. Ő se látta még a nagyit. De ő ezt nem... Neki is csak úgy mondták, hogy ott tehát van valahol. Várjál, Éva nagyi nem az ő nagyja, már igen. Ő is vette. Ja, ő is így vette meg. Igen. Igen, elmondta az egyik a bulvárlapnak ugye a tulajdonos, hogy sosem láttam a lakást belülről, mondja a jelenlegi tulajdonos, aki telefonon értek el. Befektetésnek meg vettük évekkel ezelőtt, de építkezni kezdtünk, ezért most továbbadjuk. Tehát a nagyi folyamatosan megy tulajról tulajra, és mindenkit egyébként túlél. Megkímélt állapotú kis nyugdíjas. De az milyen, hogy veszel egy nagyit egy lakással? Nem? Hát néha csinál neked egy mágia rakás, ja. Ha van kedvenced, akkor megcsinálja a kedvenc lebencs levesedet, persze, vagy a májgomusz levesedet, karácsonyra kicsit átviszed, de közben tudod, hogy haszonélvezeti joga van a te kis vásárolt nagyidnak, és ezért tehát... Hogy hívja, Éva néni? Éva néni, így van. Jaj, Évike néni. Kicsit szúr, de gyönyörű pulcsi, köszönöm szépen. Érted, hogy karácsonyra köt neked 20-22 millió azon a környéken egy panellakás, ez 13-ért vehető meg, tehát tulajdonképpen áron alul. De... Ennyit számít egyébként? Hát hogy ne, hát nem tudsz beköltözni, persze. Persze. Hát akkor forintosítva van. Mínusz 7 millió. Igen, mínusz 7 egy nagymama. Mínusz 7. Tehát ha le akarod venni valahol a szár, akkor meg kell költöztetni. Éva néni, mínusz 7-tel. Ennyi. Tulajdonképpen így van. Rájön. És Éva néni kiköltözik. Hát tök helyes történet egyébként. Nekem nem szimpő, hogy nem lehet bemenni Éva nénihez. Tehát én ezt megvenném, én akarnék egy pótnagyit. Tűnt, hogy nekem nagyon-nagyon jó nagymamám volt, de nagyon örülnék egy pótnagyinak. Mi minden esetre jó egészséget és hosszú életet kívánunk ilyen haszonélvezeti, meg eltartásinál én mindig az időseknek drukkolok. De tényleg, én mindig velük vagyok. Na jó van, játszunk egyet. Itt van már is egy hallgatónk. A kérdés mit mond óra? Visszafelé beszélünk. Ülészebb élet a szív. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol. Azért egy hallgató, bocsánat, Ausztriában ez teljesen normális, rengeteg lakás csak úgy lehet megvenni, hogy benne laknak, és a lakókat nem lehet kitenni, a lakást sem nézheted meg tulajdonképpen vásárlás előtt. Megveszed, és akkor megvárod, amíg megtörténik az esemény, igen. Azért szurkolni, hogy végre beköltözhessek. Hát, az egész egyébként nagyon morbid. Igen, nagyon-nagyon morbid, igen. Igen, írja egy hallgató, hogy házi orvosok előnyben az ilyen típusú lakásvásárlás. Jó, de morbid, igen. Halló, jó reggel! Sziasztok, jó reggelt, Kata vagyok. Szia! Kata! Honnan hívtál minket, Kata? Én Alsóújlakról hívtalak titeket. Kicsit olyan volt, mint hogy a régi ismerős lenne. Kata, Katika! Szia! Hogy eltüntetek mostanában? Mi és mit csinálsz ott Alsóújlakon? Ez Vas megye, nem? Igen, Vas megye, igen. Szombathelytől 30 kilométerre. Sokat járok arrafelé. Mit csinálsz? Én most jelenleg itthon vagyok a kisfiammal, amúgy dolgozom, ha nem itt tanítom vagyok. Na most ezt jól megkevertem. Igen, ezt én sem értem, de nem baj. Tehát, hogy dolgozol, de most otthon vagy, de egyébként kisfiad van és dolgozol. Igen. Uh-huh. Van egy 3 éves kisfiam. Hát akkor már óviba megy, nem? Lassan, igen. Lassan? Vannak még most problémák, amikkel küzdünk. Még úgyhogy, még nem sikerült elhagyni a sajnos a pelust, úgyhogy még itthon van velem közben, meg a nagyszülőkkel, úgyhogy. Ja, igen, hogy úgy veszik be oviba, ugye? Hogy igen. Igen. Ebből a szempontból a második gyerek már sokkal szerencsésebben látja, hogy mit csinál az első, és pillanatok alatt szobatiszta lesz, mert leutánozza sokszor. Tehát igen, meg anyuka is kicsit rutinosabb lesz majd talán. Igen. De előbb-utóbb leteszi, tehát én ritkán látok pelenkás felnőttet, de ők meg mindenféle. Az már egy másik dolog. Én minden reggel látok itt az aluljáróban olyan felnőtteket, akik még mindig nem szobatiszt. Igen, úgyhogy kitartás, ez megoldódik. Na, Kata, mit szeretnél? Tegnap a híres személy esett ki, igaz? Igen. A híres ember, így van, tehát a Feri volt. Így van. Igen, emlékszem rá. Tehát akkor volt. Igen? Tárgy. Igen, a tárgy. Jó. Az tárgy. Hát, most ez egy jó kérdés egyébként, igen, hogy ez most tárgya vagy nem. Tehát nem, ez nem tárgy. Sphinx. Jó. Tessék, Sphinx. A Sphinx egy tárgy? Na figyelj, mutatjuk, így szól, figyelj, hallgass.
Nyívöny seperecs. Nyívöny seperecs. 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 Seperecs a vég. Nyívöny seperecs. Seperecs. Hát az mi lehet seperecs visszafelé? Halló! Cserepes. Eddig, ja. Igen. Nyívöny. Siess, lejár az idő. Már fogod az egyik fülét az ajándékcsomagos szatyorna. De mindjárt elengeded. Ajja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 jj
van. Jaj. Hát mire gondolt? Nem a cserepes ház? Vagy? Semmire nem gondoltam, az a baj. Cserepes ez száj. Most alatt a cserepes száj, igen. Cserepes lövény lett volna. Hát akkor ezt most buktam. Na most figyelj, most mondd ki helyettünk, hogy ez azért nem volt nehéz. Ez tényleg nem volt nehéz. Na. Tényleg nem volt ez. Jó van, jó van. De hát ne, de tényleg nem volt az. Csak ha mi mondjuk, akkor egy szemetek vagytok. Igen. Legközelebb, jó? Ha még mindenféleképpen jelentkezem még. Legközelebb. Oké, Kata, puszi. Köszönöm, sziasztok. Ciao, hello, 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 hello. Lakásvásárlás, akkor nem alaprajzot kérek, hanem korlapot. Ez alapján döntök, írjagatom. Nem vettek el a mama. Igen, érdekes, érdekes a dolog. Zsül, megvan a Hole in the Sky Black Sabbath-tól? Természetesen. Megvan, meg lesz neked is mindjárt valamit, mit hazavihetsz. Jó, Istenem, 2 perc, pontosan 8 óra. Jövünk vissza Ákos hírei után. Pak. A boldogság néha egészen kis dolgokon múlik. Pak, 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 pak. Open your eyes. Time to wake up now. És most, hölgyeim és uraim. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 8 óra után vagyunk, pontosan 16 perccel. Hello mindenkinek. Drága hallgatók, itt vagyunk, szomorkás az ide odakint. Hát igazából nem is tudok mit mondani erre. Nincsenek szavak. Sötét van, esik az eső. Azért annyira nincsenek rám. Nincsenek rá szavak. Nincsenek rá szavak, gyerekek. Nyomorúságos rohadás az egész tényleg. De nem tudok. Nincs semminek semmi értelme. Nézzetek az ablakon és öljétek meg magatokat. Ezt nem mondhatjuk. Hát mi vidámak vagyunk. Minket igen, nem vidámak vagyunk, de hát hol kit érdekel, hogy ilyen idő van? Hát azért a hangulatunkra hatással van. Persze dolgozunk, hogy ne legyen, de azért hatással van. Hatással van. És kinézek, hát látom ezt a szomorú ülőúti felüljárót, ugye? Legalább süt a nap, akkor egy kicsit... Csorog róla a víz. Most hát ez borzadály, hogy néz ki, borzadály. Ezt is örökbe fogadhatnám valaki aztán. Nem. Halásztelek M0-ás szokásos, egy idióta most sem indult el időben, gyalogos úton kerüli a dugót, ismertető jele piros asztra. Ez olyan volt, mint valamilyen, hogy hívják, mint egy japán haiku. Csak... Nem, az egészen picit nem fura volt. Az egész felvezetés? De nem, igen, ez az vagy egész ez SMS, tudod. Persze. Káosz az Őrsvezér téren és környékén, atomot ide, írt egy hallgató. Könyves Kálmán körút, a Rákóczi felé beállt, a Mester utcai kereszteződésnél lévő barkács ározat negyed órája látom, de még nem értem el. Atya úristen. Igen, itt van tőlünk jobbra egy barkács áró ez. Nem jutott el oda a hallgató. Te mit röksz? Inkább fotózd le az ámaszat. Te minek körülsz? Nincs okod rá. A gyerek. Hát mondom a következményeket, Mária, mondom a következményeket. Soma ma az ánuszóval ment Oliba, és hogy apa versenyen indul. Az nagyon na, jó. Elmondom, hogy nagyon gyerek. Hát ugye ez még a sorsolás előtt mondhattad volna, hogy gyerekek, 3 az 1-hez, hogy engem kiúztok, köszönöm, én ebben nem veszek részt. Tehát ebből lett volna kiszálló. Belementél, mert bíztál abba, átadhattad volna a részet, hogy 55-re. Bíztál abba, mint hogy egyébként én is, meg a Jani is, hogy nem, te leszel kihúzva. Így van. Nagyon röhögtél, amikor a Jani lett kihúzva, persze én is, sajnos lebukott. Ott még mindig mondhattatok. Én buktam, mert én tudtam róla. Nem tudtam róla? Nem tudtam, a Laci. Én tudtam róla egyedül, hogy mind a 3 centin a te neved van. Kipicc az ura volt a Laci frissessége. Ott még mindig mondhattad volna, hogy álljál gyerekek, értem én, de nem vagyok benne az új húzásban. Aha. Kihúztuk, és utána ilyen szomorkodva itt elmondod, hogy eljelj, most már én meg az én gyerekem, meg az ánusz, meg így ment iskolába. Tessék azt mondani, hogy legközelebb, hogy értem, Bali, értem, Jani,
nem megyek el, nem merülök el benned, veletek a mocsárban, ebben a morális fertőben, amit itt képviseltek reggel. Én azt hittem, hogy azért lett szomorú, mert hogy nem önként vállalta, és nem mondta azt, hogy srácok, megcsinálom. Tehát ez tanulság. Ez előbb kell jelezni, hogy nem gyerekek, ide már nem megyek veletek, ez annyira mély, sötét és mocskos. Látom a képet, ahogy erre azt mondod, hogy oké, Feri, akkor te nem. Hát nem tudlak fegyverrel belekényszeríteni, hogy húzzák ki valamit. Hát tessék kiállni önmagadért, most már ez nem sikerült, úgyhogy várjuk a fotót. Igazából szerintem Feri is, meg én is abban bíztunk, hogy amikor meglátod majd ezt a témát, akkor azt fogod mondani, hogy, hogy nem, hogy Laci, nem, hétfő reggel. Nem, gyerekek, az egyetlen téma volt, amire pörgött. Gyerekek, ez a műsor ettől jó. Néha komoly, néha megható, néha egy kicsit mély, néha sekélyes, néha olyan dolgokat súrol, ami sok ember zsebében kinyitja a bicskát, hát az ánuszótól. Itt a gyerekeket, nagymamák, anyukák háborodva kapcsoltak a Dankó rádióra és a Kossuth rádióra, hogy mi történik a Morning Show-ban, de jó, hogy megtűnnek. Ugye? Aztán utána hallgatnak. Pont elkapcsoltak a Dankóról ide. Van, aki elkapcsolt a Dankóról ide? Így van. Közben telefonál egy lány, aki elmondja, hogy Brian Adams... Végre újra megkapta az ánusz az, amit valójában ér. Közben elmondja egy hallgatónk, ugye, hogy Brian Adams az apukájának zenél, és a félország bőgasztorin annyira megható. Hát sosem tudod, milyen a következő pillanatban. Ez ettől jó. Néha kicsit le kell menni az aljára, hogy aztán utána fölemelkedhessünk. Hát ez erről szól, egy lelki hullámvasút ez a műsor. Kicsit mély, kicsit csekélyes, kicsit szomorú, kicsit vidám. Most nagyon vidám. most nagyon vidám. Állsz kint érted, megnézed, hogy esik az eső, egy blast elszívsz, ott is jön ki a csávó, megy hátra melózni. Remek a műsor, mikor lesz fotó? Szerintem ez a ettől jó. A kiszámíthatatlanság az mindig jó. Utálom azokat a reggeli műsorokat, meg rádió műsorokat, mindig tudom, mi történik. Az nem jó. Lepjen meg. Én se tudtam még tegnap reggel, hogy mire jövök be. A UFO-król beszéljen, a koleszteréről beszéljen, a kötelező védőoltásokról, de ugyanakkor beszéljen Feri Ánuszáról is. Nem? Ez is benne van. Ketten igazi rohadékok vagytok, de azért szépen fényképes csak lehet. De aztán jó futó legyen. Na, ha már ugye azt mondtuk, hogy sokféle a műsor, várjátok, most viszont ezt jól el kell választani. Így van. Mert hogy valami egészen mással megyünk tovább, és lám mennyire igazunk van egyébként, egy baromi komoly témával folytatjuk, mert hogy kell róla azt gondoljuk, hogy beszélni. És... hát szerintem nincs ember, aki ne látta volna, vagy ne hallott volna arról, hogy mi történik újra a bicskei gyermek otthonban. Ugye a történet régre nyúlik vissza, és szerintem gyerekes szülőként egyszerűen nem tudunk elmenni ezen történet mellett. Mindenkinek, aki gyereke van, meg kell ismerni ezt a történetet. Felelősséggel tartozunk, kötelességünk erről beszélni. Sokan hallgatnak, vagy hallgathatnak bennünket úgy, hogy hasonló cipőben vannak, és nem mernek, vagy nem akarnak megszólalni, vagy félnek, vagy meg vannak félemlítve, és ezért azt gondolják, hogy senki nem hinne nekük. Hinne neki. Ugye a házon kívül adásában kiderült, hogy megdöbbentő vallomást tett a bicskei gyermekotthon több lakója. Miután az egyik ott lakó, 18 éves fiú szeptember elején vonat elé vetette magát. És a tragédia másnapján egy barátja bement a rendőrségre, és feljelentést tett szexuális zaklatás miatt, mert hogy ő is az áldozatok között volt, és aki vonat elé ugrott, ő szintén az áldozatok között volt. Hosszasan taglalta egyébként a műsor, hogy mi történt már egyébként 2012-ben, amikor először kirobbant a bicskei gyermek otthon pedofil botránya. És akkor én is, amikor ezt olvastam, meg szerintem a szakemberek, meg mindenki, aki olvasta, nem gondolhattál mást, és nem hihettél mást, mint hogy ez egy teljesen egyértelmű eset lesz. Bebizonyítják azt, hogy az igazgató valójában bűnös, hiszen azért ez sok gyerek bizonyítható módon csak úgy nem állíthatja. Elítélik, és igazából a világ rendben van, a bűnös megkapja, amit megérdemel, a gyerekeknek pedig megpróbálnak valamiféle segítséget adni, hogy túl legyenek ezen a traumán. Nem így történt, talán sokan emlékeznek erre az esetre, mert hogy szerintem egyfajta jogszerű ítélet helyett egyébként dicséretet, kitüntetést kapott az igazgató, és maradt a helyén. Ami számomra egyébként megdöbbentő. Számomra megdöbbentő már az is, hogy miközben akkor zajlott az eljárás, ő ugyanott maradhatott, ugyanott lakott, hogy nem állt fent az, hogy ő befolyásolhatja a tanukat, hogy presszionálhatja őket, hogy az igazgató, aki ott a mindenható úr egyébként fenyegethet, zsarolhat, vagy éppen tényleg lelkileg terheleti úgy ezeket a fiatalokat, hogy vagy visszavonják a vallomást, vagy megváltoztassák, vagy egyszerűen ne álljanak ki a nyilvánosság elé. Ugye bűncselekmény hiányában a bíróság lezárta az eljárást.
És hát megnézve ezt az anyagot, ami egész egyszerűen elképesztő és megdöbbentő, hogy, hogy mennyire furán működik egyébként a magyar jog, és hogy mennyire, mennyire fordítottan működik tulajdonképpen az egész bizonyítási eljárás. Ugye nagyon bízunk abban, hogy most másféle kimenete lesz a dolognak, és hogy sikerül bebizonyítani, hogy valójában mi történt. Nem egy ember és nem két ember állítja azt, hogy, hogy mit csinált velük a Bicskei Gyermekotthon igazgatója. Hosszú éveken keresztül arcukat vállalva, részletesen beszámolva, részletekig belemenően elmondva, hogy hosszú-hosszú éveken keresztül az intézet köztiszteletben álló vezetője hogyan, milyen módon, milyen lelki fenyegetéssel, zsarolással, erőszakkal zaklatta hosszú éveken keresztül őket. A történet megdöbbentő szerintem, viszont kell róla beszélni, mert ez egy olyan dolog, amiről kevesen beszélnek, és baromi fura, hogy még az áldozatot hurcolják meg, hogy az áldozatot kérdőjelezik meg, hogy azt gondolod, hogy, hogy nyilván bizonyítanod kell persze, ha állítasz valamit, de hogy tulajdonképpen még te vagy az, aki megfélemlítés alatt áll, téged akarnak elhallgattatni, vonják kétségbe a szavadat, és mondják azt, hogy te ezt biztos kitalálod, mert ilyen és ilyen indokod van. Ott mondanak, hogy csak egy gyerek? Azt mondják, hogy ez csak egy gyerek, nyilván csak haragszik valamiért az egyébként, idézőjelesen mondom, megkérdőjelezhetetlen igazgató úrra. Van egy állítás, amire nincs bizonyíték. Tehát, hogy ő állít hát, valamit, ez... és nincs rá bizonyíték, mint ahogy korábban is ugye azért vetették el a vádakat, mert nem sikerült bebizonyítani azokat. Hát szerintem egy pszichológus ezt, ki tudja deríteni, hogy egy gyereket tényleg molesztáltak-e vagy sem. Vagy egyáltalán az maga, hogy amikor ez szóba kerül, akkor nem az az első lépés, hogy az igazgatót azt mondják, hogy köszönjük szépen, most az intézményt átveszi valaki. Ha tisztázódott az eset, akkor visszaköltözhet. Ott lakik továbbra is azokkal a gyerekekkel, akiket ő megrontott. Igen, hát, mert akik őt védik, azt mondják, hogy neki is jár az áltatlanság vélelme. De ebben az esetben ugye arról van szó, hogy, hogy vagy igaz, vagy nem. Nem szabadna ott maradnia, és legfeljebb tényleg az eljárás után, hogyha bebizonyosodik, hogy nem bűnös, akkor visszaköltözhetne. De milyen jogon, milyen alapon maradhat a gyerekeknek a közvetlen közelébe addig, amíg be nem bizonyosodik az, hogy ő valójában ártatlan. Nagyon ártatlan. Fura, nagyon fura. Olyan, mint az egész erőszakot és molesztálás, a gyerek molesztálás valahogy sokkal jobban kellene bizonyítani. Tehát ha valaki áfát csal, vagy költségvetés elleni csalást követel, azonnal előzetesbe teszik, és hosszú évig kisebb engedik. Ha valaki pedofil, ha valaki gyereket molesztál, igen, ha valakiről azt olvasod, hogy fennáll az, hogy a családon belül elkövetett erőszakot a gyerek ellen, akkor hosszú évekig még a családban maradhat, bizonyítani kell, van, amikor nem veszik el a gyereket, van, amikor nem mentik ki az anyát, tehát ez a fajta szociális védelem, ez mintha egyébként egyáltalán, vagy nagyon-nagyon csekély számban működne, megdöbbentő egyébként. Tehát egy ilyen gazdasági bűncselekmény esetén tényleg az van, hogy simán bevarhatnak, aztán még a végén úgy bocsátnak szabadon, hogy elnézést sem kérnek, hogyha kiderül, hogy ártatlan vagy valójában. És itt van a legundorítóbb bűncselekmény, amit egyébként az ember így tud mondani, vagy egyáltalán elő tud citálni, gyermekek sérelmére elkövetett szexuális nagyon erőszak, kemény. És ez az ember, vagy az ilyen emberek, azok szépen úgymond szabadlábon védekezhetnek. Igen. Vagy élhetik az életüket továbbra is. Itt van a vonalban dr. Gyurko Szilvia gyermekjogász, aki egy nagyon személyes írást tett egyébként közzé, mert hogy ő találkozott már sok esettel, és amikor 2012-ben kirobbant ez a Bicskei Gyermekotthon pedofil botránya, ő már akkor is hát tulajdonképpen úgymond benne volt az ügyben, és írt róla, és volt határozott véleménye, illetve nagyon ismeri az ügyet. Hello, Szilvi, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Jó reggelt, hello! Jó reggelt! Te amikor az alapítvány munkatársaként 2012-ben találkoztál ezzel a Bicskei történettel, akkor meglepett az, hogy nem történt végül is semmi, és a bíróság lezárta az eljárást? Hát ez nagyon megdöbbentő volt. Igazából nem csak az, hogy lezárták, hanem az, hogy nem bizonyítékok hiányában, hanem bűncselekmény hiányában zárták le, ami azt jelentette, hogy amit megállapítottak, arról nem gondolták, hogy szexuális erőszak lenne, vagy gyerekekkel szembeni visszaélés lenne. Ezért aztán a következmények is mások voltak, gyakorlatilag nem történt semmi. Mi úgy ítéltük meg akkor is, hogy a gyerekek álláspontja is, amit elmondanak, annyira egyértelmű, hogy ilyen csak akkor következhet be, hogyha valaki tudatos
megpróbál félrenézni, vagy védi azt, akivel szemben a gyanú felmerült. Több ponton volt kifogásolható az eljárás, és később az ombudsmannak egy vizsgálata meg is állapította, hogy mind a büntető eljárás, mind a gyerekvédelmen belüli eljárások is nagyon komoly hibákat halmoztak fel, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezért kerülhetett sor arra, hogy igazából nem állapítottak meg semmit. Akkor hány gyerekről volt szó, vagy hány gyerek volt érintett? Akkor 6 vagy 7 gyerek volt az, aki a kamerába elmondta, a nevelők közül páran, akiknek a tudomásukra jutott az, hogy mi történik. Felvettek a gyerekekkel egy beszélgetést, és a gyerekek elmondták kamera előtt, hogy mi történik velük, hogy mi zajlik a szobákban, hogy mi zajlik a lakáson, hogy mire kényszerítik őket. És ezt a CD felvételt, többek között ezt a CD felvételt küldték el az alapítványba, és ezt küldték el a rendőrségnek is. És miért nem volt ez elég a rendőrségnek, vagy a bíróságnak? Hát ugye az, hogy valaki a kamerába felmond egy nyilatkozatot, az annak nyilván kell, tehát ugye ez nem teljes bizonyító erejű történet, nyilván meg kell ismételni ezt a tanúvallomást a rendőrség előtt is. Ez egyébként a szexuális bűncselekményeknél, főleg a gyerekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményeknek ez az igazi Achilles sarka, mert hogy azok a gyerekek, akik ilyen traumán átmentek, azok nagyon ritkán nyílnak meg arra 45 percre, amíg egy szakértővel vagy amíg a rendőrséggel beszélnek. Nagyon sokszor olyan mély bennük a szégyen érzet és az önhibáztatás is annak a vágya, hogy ők is tehetnek, ezért nagyon sokszor van hatalmi viszony a háttérben, úgy, mint itt is ebben az esetben. De ugye itt egészen konkrétan az történt, hogy azok a gyerekek, akik ebben benne voltak, őket kisebb-nagyobb ajándékokkal, ugye abban az évben karácsonykor minden érintett gyerek laptopot kapott, még a többiek egy sokkal csekélyebb ajándékot. Az a gyerek, aki már betöltötte a 18-at, azt utána az intézmény visszafoglalkoztatta. Tehát, hogy olyan igazából manipulációnak, erősen feltehetően manipulációba illő történetek voltak, amik miatt a gyerekek egymás után visszavonták a tanúvallomásaikat, és végül a rendőrség azt mondta, hogy ennek hiányában nem állapíthatja meg a bűncselekményt. De hát ezeket a videókat olyan pedagógusok készítették, akik ott dolgoztak, ugye ezt mondtad. Igen. És az ő szavuk se számít ilyenkor? Hát ők érett felnőtt emberek, akik közelről látták az eseményeket, tehát ők ott voltak végig. Sokkal kevesebben voltak azok, akik a gyerekek mellé álltak, vagy azt gondolták, hogy ami történik, az nem megfelelő. A nevelőknek a többsége az nem ezt az állásmódot képviselte. Én azt gondolom, hogy sokan voltak azok, és mind a mai napig sokan vannak azok, akik őszintén azt gondolják, hogy itt semmi nem történt, mert hogy nincs erre nézve személyes tapasztalatok, másoknak egzisztenciális, megint másoknak meg nem tudom megmondani, hogy milyen okaik vannak azért, hogy nem érezték fontosnak ezt. Igazából az, hogy ki miben hisz, az azt gondolom, hogy ez a saját történet, hogy hisz-e valakinek az ártatlanságában vagy a bűnösségében. Itt igazából ami valójában kifogásolható az, hogy mind a büntetőeljárásban, mint a gyerekvédelemben olyan eljárás zajlott, ami nem a gyerekek szükségletét és nem a gyerekek jogait tartotta esetlegesen szem előtt. Az egy külön dráma, hogy egy gyereknek az öngyilkossága kellett ahhoz, hogy itt újra beinduljanak a történetek. Az megint egy dráma, hogy az elmúlt 4 évben vajon mi történhetett ott az átfalak mögött, ahogy a korábbi években is történtek dolgok, és hogy igazából az, ahogy ti beszéltek erről, hogy miért van az, hogy ezekben az ügyekben ennyi bizonyíték, ilyen sokáig tartó eljárásban kell lennie, hát ez az a kérdés, hogy ezek azok a kérdések, amiket hát ezért kell erről beszélni, igen. Engem számomra teljesen meglepő, hogy az igazgató visszakerült a pozíciójába, voltak nevelők, akik egyébként ugye a gyerekek mellé álltak, azt írod ebben a cibben, hogy elmentek, vagy ellettek küldve, és aztán évekig tulajdonképpen megint nem történt semmi. Felfoghatatlan. Aztán ugye, ahogy te is mondod, ugye felbukkant ide nyáron az ügy egyik szereplője, hogy írod a cikkben, mert ahogy említettük mi is, te is, az egyik gyermek ugye öngyilkosságot követett el, és aztán ugye megjelent egy másik fiú, aki immáron nagykorú, és elmondta már felnőttként, hogy mi történt az intézményben, az igazgató irodájában, hogy hogyan fogdosta, hogy a lakásán hogyan vette rá orális szexre, és hogy fizikai erőszak ugye nem történt, de mégis a kiszolgáltatottsággal, az alárendeltséggel, a hatalommal, amit te is mondasz, ugye hát ezekre rá kényszerítette. Ezen ügy hatására vették, indult most el újra a nyomozás? Így van, tehát hogy ez a fiú kezdeményezett újra büntetőeljárást. Ugye itt nagyon sokféle szempont van, amit szem előtt kell tartani, hogy elévült-e az a történet, ami az ő ügye. Vannak olyan gyerekek, és ezt is elmondta ő a tanúvallomásában a rendőrség előtt, akik még mindig bent élnek az intézményben, és akik feltétlenül még mindig használva vannak a szexuális célokra, vagy szexuális játékokban. Itt ez nagyon
komoly érv, hogy ezek a gyerekek, ők a szexuális irányultságukat tekintve, vagy egyébként a szexualitásukat tekintve rettenetesen befolyásolhatóak. Tehát egy 10 éves gyereknek az életében egy ilyen élmény, hogy akár egy felnőtt, akár egy homoszexuális viszonyba belevonódnak, az elképesztő károkat tud okozni egyébként az egészséges fejlődésükben. Az, hogy ezeknek a srácoknak magukat kell megvédeniük, hogy a gyerekvédelem rendszerében nincsen belekódolva egy olyan segítségi mód, ami azt mondja, hogy én tudom, hogy az intézetben élő gyerekek kiszolgáltatottak, nincsenek szüleik, akik a védelmükre kellenének, ezért nekünk biztosítani kell extrán az ő védelmüket. Jelenleg a magyar gyerekvédelemben ez a nagyon komoly hiátusokkal működik, és hogy ezek a gyerekek még azoknál is magányosabbak, és sokkal inkább magukra hagyottak, mint akik családban élnek. Na most ugye te is személyesen érintett vagy az ügyben, mert hogy 2012-ben te tanácsoltál valamit ezeknek a gyerekeknek, ugye? Amit azóta te teljesen átgondoltál, átformáltad, és most már nagyon nem ezt tanácsolod, jól mondom? Hát miután, én miután 12-ben megnéztem ezt a CD-t, megbeszélgettem a nevelőkkel, nekem teljesen egyértelmű volt, hogy nem lehet más ennek az ügynek a vége, mint hogy a bűnös elnyeri méltó büntetését, és ezért az volt az alapvető érdek. Ugye nagyon sokféle gyerek jog sérül ebben a helyzetben, de ugye azt gondoltam, hogy egy 10 éves srácnak együtt élni azzal a ténnyel, hogy országvilág előtt ismert, hogy őt egy felnőtt férfi mire kényszerítette, azért nagyon nehéz batyú, azt nem szabad az ő vállukra tenni, és az ő magánéletüket, a nevüket, személyiségüket minden erősen kell védeni, és majd aztán az igazságszolgáltatás meg a büntetőeljárás megteszi a maga dolgát, és ehhez nem kell az, hogy ez a történet megjárja a sajtót. Ma már azt gondolom, hogy az, hogy így el lehetett akkor tusolni az ügyet, és ennek az lett a vége, ami annak jelentős része volt abban, hogy ez nem került ki a nyilvánosság elé. Most 4 évvel később egy teljesen más stratégiát követnek azok, akik ebben benne vannak, ez a fiatal fiú is például, és használják a nyilvánosság erejét. Most már én is azt gondolom, hogy ezekben az ügyekben igenis fontos az, sajnálatos mondom már, hogy nem kéne ennek így lennie, és tulajdonképpen még mindig érv az, hogy azokkal, akikkel ez megtörténik, azoknak ezzel kell aztán együtt élni, amire őket rákényszerítették, és hogy igazából kinyújt segítséget azoknak a gyerekeknek, akik most is ott vannak az intézményben, és hogyha nem voltak ők benne ebben a körben, akiket használtak, akkor is érintettek, akkor is valamilyen módon van véleményük az igazgatóról, valami fajta tapasztalásuk arról, hogy zajlott az élet, és hogy ezek a gyerekek és a felnőttek is valójában segítségre és támogatásra szorulnak, hogy ezeket fel tudják. Számomra az is elképesztő, hogy szabadlábon van. Tehát egy olyan ember, aki nem gyerekek vallottak, aki öngyilkos lett, aki egy másik fiú besétált az öngyilkosság után, és elmondta még egyszer, hogy higgyék el, ez történt. Tehát lehet, hogy ebben a pillanatban is éppen egyébként valakit zaklat, hogy nem teszik előzetesbe, hogy éveknek kell eltelnie, és az áldozatoknak kell hosszú-hosszú éveken keresztül bizonygatni, hogy higgyék el, megtörtént. Tehát szabadon folytathatja tulajdonképpen jelen pillanatban is szabadlábon valahol, valamelyik gyerek valaki ellen, akár az én gyerekem ellen, a te gyereked ellen, vagy bárki gyerek ellen. Tehát mi kell még a hatóságnak, hogy lépjen, és azt mondja, vagy azt mondta, hogy igen, ez már elegendő bizonyíték, amíg folyik a nyomozás, addig nem hagyjuk, hogy egy ilyen beteg ember, aki nyilván teljesen egyértelműen pedofil, szabad lábon legyen, és addig is ártson másoknak. Tehát én ezt nem értem. Nézze, én azt gondolom, és ez lehet, hogy cinikusnak fog tűnni, de hogy azt gondolom, hogy egy intézeti is gyereknek a szava ma az eljárásokban nem ér annyit, mint más gyerekeknek a szava. Sokkal inkább gondolják, hogy ezek a gyerekek kitalálják ezeket a történeteket, hogy ők bosszút forralnak, hogy nem szava hihetőek, hogy egyébként is nekik máshol vannak a határaik, vagy ők kezdeményezték, vagy ők is benne lennének, vagy ők egyáltalán ilyenek. Tehát, hogy én abban találkozom nagyon sok is ebben, akár büntetőeljárásról, akár egy idejárásról van szó, hogy ezeknek a gyerekekkel kapcsolatban teljesen máshol van a tolerancia küszöbe az eljárásoknak, és sokkal hamarabb feltételezik azt, hogy nem mondanak igazat. Szexuális erőszak ügyeknél egyébként is nagyon nehéz a bizonyítás, mert hogy általában kettesben van az elkövetővel, amikor megtörténik a másik azt mondja, így van. Így van. Na jó, de hát kitalálva azért valaki szégyenében nem biztos, hogy öngyilkos lesz, nem? Ez így van, de hogy a szava hihetőség, hogyha az
eljáró hatóságok azt feltételezik, hogy ezek a gyerekek általában is jellemzően nem mondanak igazat, akkor, akkor sokkal később reagálnak, és sokkal több mindent engednek meg maguknak, sokkal kevesebb a biztosíték. Bocsánat, eldönthető az egészen biztosan 100%-osan, mert az elmúlt években volt olyan eset, amikor gyerekek rágalmaztak, vagy fiatalok rágalmaztak meg ezzel, például tanárt, aztán kiderült, hogy nem volt mögötte semmi. Eldönthető-e az szakemberként, hogy ténylegesen megtörtént-e az eset, avagy nem? Ugye a pszichológus szakértő kirendelése az eljárásokon alapvetően erről szól, hogy a gyerekek mennyire élményszerűen számolnak be az eseményeikről, és hogy mennyire történhetett meg ez. Az nagyon ritkán fordul elő, hogy főleg fiúkkal, akikben nagyon bele van kódolva az, hogy védd meg magadat, a fiúk nem sírnak, a fiúk nem gyengék, velük nem történik ez a homoszexuális viszonyok, vagy ez a fajta orális szexekényszerítés, ami velük történt, ez egy mérhetetlenül szégyen teljes dolog. Nem igazán találnak ki a gyerekek ilyen történeteket. Jellemző módon, hogyha ilyen van, akkor az eljárás egy bizonyos pontján ez azért kiszokott derülni. Hogy igazából sokszor megkérdezik őket, ugyanúgy mondja el, időpontokat egyeztetnek, hányszor mondja ugyanúgy, 2-3 kihallgatás után és egy kiderül. Szakember segít, csak ide, hogy egy kitalálás, fantázia, vagy pedig valós esemény sorozaton alakul. Hát, és hogy a traumának a vannak nyomai, és hogy azok azért elég jól felismerhetőek, és ha nem is pontosan lehet beazonosítani, hogy ez miért volt, azért az a fajta sérülés, amit ezek a gyerekek magukon hordoznak, vagy magukban hordoznak, az általában nyomot hagy, és ezt egy szakember meg tudja állapítani. Tehát ami tanulság lehet ugye neked, nekünk, műsorkészítőknek, hogy egyrészt ezzel foglalkozni kell, kettő, hogy mindenkit arra kell bíztatni, és ahogy olvastam a te írásodat, te is ezt tanácsolod, ezt mondod, és mi is, hogyha valaki áldozat, vagy ebben vagy ez történt, akkor igenis a legnagyobb ereje, bármennyire furcsa, és bármennyire megfélemlítik őket, a nyilvánosságnak van, hogy kiállni, hogy elmondani, hogy merni felvállalni, hogy segítséget kérni, és nem csöndben lenni, hiába akarja a másik fél, ugye nagyon nyomatékosan erre rákényszeríteni a másikat. Hát ha a nyilvánosság azt jelenti, hogy ezeket a titkokat ne tartsák magukban, hanem keressenek egy olyan bizalmi felnőttet maguk körül, akiknek el tudják mondani, ez nagyon fontos. A gyerekek esetében a magánéletvédelme az egy alapvető jog, és az természetesen prioritást élvez, de az, hogy gyerekek évekig, évtizedekig tudják magukban cipelni ezt a terhet, ami velük történt, abban nagyon nagy segítség, hogy ez ne roncsolja belül őket, hogyha találnak egy olyan felnőttet, akivel tudnak beszélni, aki meghallgatja őket, aki hisz nekik, és utána segíteni tudja őket abban, hogy együtt tudjanak élni ezzel a történettel. Ugye meg nem történt, nem tudjuk tenni, abban tudjuk segíteni a gyerekeket, hogy valami fajta jóvetétel és megbékélés mentén tudjanak együtt élni ebből a batyúval, és hát nem utolsó sorban, hogy az, aki mindezeket elkövette, elnyeri a büntetését, és többet ne bánthasson gyerekeket. Hát igen, most már látom, hogy van haladás, tehát kiköltözött a szolgálati lakásból, már nem ő vezeti az intézményt, hál' Isten, hát ez hát a minimum, meg évek hál' Isten, lakott, tehát, hogy évekig ott lakott, így már elképesztő egyébként. Szilvi, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Köszönöm, hogy elmondtad köszönöm. Nekünk. Köszönjük szépen. Sziasztok. Köszönjük. Köszönjük szépen. Gyurko Szilvivel beszélgettünk, gyermekjogásszal. Igen, hát szerintem erről kell beszélni. Talán sokan látták egyébként, írja egy hallgató, és igen, nekem is eszembe jutott, kiváló filmről van szó. Ez sajnos a valóság, nem én a Pokrileckére gondolok. Ja, mert hogy vice versa is, ugye. Tehát... Így van, de például a Pokrileckét azt érdemes megnézni, hogy milyen, amikor filmre viszik, és egy gyermek otthon van, ugye erőszakot követnek el 4 gyerek ellen, és aztán mi történik velük felnőtt korukban. Nyilván az egyfajta kitaláció és film, de azért az ember tudja érezni. Hát azért az, amikor viszik őket az alaksorban le őket, szóval azért az kemény. Szerintem ez egy kemény film, jó film. Igen, de hát ez meg ugye sajnos a valóság, úgyhogy erről beszélni kell. Kíváncsiak, mi lesz az ügyel. Nagyon. Igen, nagyon jó anyagot csinálta a házon kívül erről. Hát szomorú, hogy ez van, nem? Szomorú. Mert fordítva ülnék a lovon, nem? De. Amerikában azért tehát abban a pillanatban, hogyha bárkit ilyen erőszak él, a jog azonnal melléd áll, és azt mondja, hogy igen, tehát és azt hibáztatja, akit csak megvádoltak azzal, hogy rád nézett, és abban a pillanatban maximálisan védelembe vesz. Európában, mintha ez kicsit fordítva működne, nem? Ráadásul ugye, hogy és gyerekekről van szó, és ártatlan gyerekekről. 3-4-9 lesz pontosan, 3 perc múlva Ákos jön, egy picit megcsúsztunk, aztán jövünk már is a hírek után. Egy autó megvásárlása komoly terheket róhat egy átlagos családra. Nagyon sokan vannak, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy egy új vagy egy használt autót megvegyenek, pedig nagy szükség lenne rá.
egy beteg családtag, egy nehezen megközelíthető munkahely, és még sorolhatnánk az okokat. A Klassz FM segíteni szeretne. A Lada Hungary jóvoltából felajánlott Lada Kalina kombi személygépkocsit szeretnénk olyas valakinek adni, aki valóban rászorul. Ha tud ilyen családot, írjon nekünk az autokukac@klasszfm.hu címre, hogy ez a praktikus családi autó a legjobb helyre kerülhessen. Segítsünk együtt! Kilenc óra lesz pontosan, 9 perc múlva. Nagyon sok SMS-t kaptunk a témánkhoz hozzászólva. Hallgattam az előző beszélgetést, összeszorult a gyomrom. Sportjuknak a könnyeim, amióta édesanyja vagyok, kifejezetten érzékeny érintenek ezek a történetek. Mit élhettek át azok az ártatlan gyermekek? Az ilyen embernek nincs joga az élethez, csak fájdalmat és kárt tud okozni. Hát sok-sok igazság van benne. Nyilván mi nem akarunk ítélkezni, és az ártatlanság vélelme mindenkit megillet, de akkor is, szóval, ha már ennyien mondják, és ennyire egyöntető a dolog, azért az egyszerűen felháborító, és ő most kiköltözött a szolgálati lakásból, érted? Tehát ő most akkor úgy döntött, hogy kiköltözött. Tehát, hogy milyen... De tudod, mi az izgalmas? Utána olvastam, csak egy felszólító levelet, hogy legyen kedves, lehet írni, te ugyanis nem rakhatod ki, a minisztérium ennyit írt, hogy hát jobb lenne, ha kitetszene. Egyszerűen felháborító, igen. Nemi erőszaki jellegű ügyekben használták Magyarországon a grafológusok segítségét, ahogy egyébként máshol, írásbeli vallomás mindkét féltől, utána kielemzik, nagyon sok mindent elmond, egy szakértő írta nekünk. Érdemes megnézni a Spotlight című filmet, gyerekek elleni erőszakról szól, amit papok követnek el. Igen, hát az egy nagyon érdekes film, és én láttam egy nagyon, hát ha lehet így mondani, izgalmas igazából, de nem azért, ami a témája, mert ezt nem lehet izgalmasnak mondani, hanem magáról az oknyomozó újságírásról. És hogy milyen fontos munkát végeznek az újságírók, és miről szól valójában az igazi újságírás. Nálunk kicsit szerencsésebb történelmi fejlődési országokban, ahol nem zárnak be egyik nap pillanatra a másikra mondjuk egy napilapot, ahol még van, vagy lehet, vagy létezik valódi újságírás, és létezhet valódi újságírás. Ott helyi papok követnek el gyermekmolesztálási ügyeket, besöprik a szóügyek alá, a katolikus egyház ugye megpróbálja eltusolni, és aztán a Boston Globe újságírói kinyomozzák, hogy mennyi és hány ügyet söpörtek a szőnyeg alá, és micsoda lobby ment, hogy ezek soha ne derüljenek ki, és bemutatják magát az ügynek a felgöngyölését. Egy szenzációs film, aki szereti a komolyabb ilyen témájú filmeket, muszáj megnézni. És áldozatok nyilatkoznak, és találják meg az áldozatokat, és állnak ki végül a nyilvánosság elé, hát megrázó tényeket fed fel egyébként a film, hogy hányan szenvedtek el gyerekkorukban a katolikus egyháztól egyébként gyermekmolesztálási ügyeket, papoktól. Szóval döbbenetes adatokat mondanak a film végén. Ne legyenek illúzióink. Ilyen és hasonló jellegű ügyek Magyarországon is voltak az utóbbi évtizedekben, és ezeknek jó része, vagy egyrészt biztos, hogy a szőnyeg alá lett seperve. Hát ugye közelmúltban is volt olyan ügy, ami kirobbant, és az nem mindig egy sportvezetőnek az állásába került. Tehát, hogy vannak ilyen ügyek, és hogy mindig vannak olyan háttérben olyan gazdasági, politikai, személyes ügyek, amiknek kapcsán eltűnnek. Igen. Fontos film, érdemes megnézni egyébként tényleg. Na jó, hát mi is így tudtunk segíteni, hogy ezzel foglalkoztunk, mert kell az ilyen témákkal is foglalkozni. Mutatjuk, hogy mi a beugró, jó? Egy picit vissza akkor a vidámabb témákhoz. Ha valaki szeretne velünk hármas ugrást játszani, figyeljem. Hát a három negyedét rommá játszottuk, úgyhogy nem lesz nehéz kitalálni. Nem javaslom, hogy válassz egyet közül. Van egy, amit szívesen meghallgatok. Na, akkor van egy, nem is játszuk annyiszor. 5 perc a pontosan, 9 óra, ha játszanátok hárasugrást, írjatok nekünk SMS-t, mit hallottunk. Jó, 2 darab dalcím, előadó, ezt várjuk SMS-ben. Mi pedig jövünk Ákos hírei után. Open your eyes. Time to wake up. És most, Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Hello mindenkinek. Drága hallgatók, itt vagyunk. Jó sűrű a reggel, sok mindennel foglalkozunk, komolyabb témáink is vannak, megható témáink is, nagyon ma igazán tényleg egy érzelmi hullámas utat hasonlít a műsor. A Bryan Adams-es sztori is nagyon jó volt, 7 óra után egy helyes történet volt, aztán 8 óra után kellett egy komolyabb témával foglalkozni, nem lehet emellett elmenni műsorkészítőként, úgyhogy
És még itt van, mondjuk, úgyhogy mi lehet, és ő ki most és még Feri Ánusza is ott van. Hát azért olyan széles spektrum, hogy minél szélesebb nem is lehet. Lentről gyakorlatilag tanári módon rádiózunk. Tehát bármilyen média fakultáson, én azt gondolom, tananyag lehetne a mai adásunk is. Abszolút. Ajaj, jó volt ez a Rúzsa Magnit, de én úgy kedvelem a Magnit, képzeljétek el, ezt még sosem mondtam. Na, mondd, mennyire? Hogy? Nem tudom, hogy kedvelem őt. Én szeretem, hogy egy kicsit egy ilyen zárkozottabb, titokzatosabb, keveset tudok róla, nincs minden bulvárlapban minden héten ott, meg nem mutogatja magát. Én szeretem az annyira ilyen szép szeme típusú van embereket, nagyon kedvelem a Magdit. És a hangja is kiváló. Ja, úgy. Most a szemeid nem ugrik be nekem, de hiszek neked. Szép barna. Szép barna még. Itt én ugrik most így a szemek közel, hogy milyen a szeme. De elhiszem, hogy szép szeme. Nagyon-nagyon helyes csaj. Egyébként meg hát óriási tehetség. Óriási tehetség. Hihetetlen hangja van. Ahogy hatalmas tehetség, Babos Tim is, aki egyelőre bajban van, úgy látom Kínában. Szurkoljatok neki mindannyian, jó? Mert hármas kötésben fogadtam rá. Igen? De már játszik? Igen. Riszkével. És hogyan? Hát 6-2-6-4-3-1. Riszkének. 6-2-6-4-3-1. Igen. Három nyercet így játszottak. Nem, 2-6-6-4-3-1. Azért, bocsánat, rosszul mondtad. Mondom, Jézusom, már csajok is három nyercet így játszottak. Nem, jó nem, 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 ez nem. Igen, 6-2-6-4-nél leszokták fújni a csajok, utána meccset megjelentem. 2-6-6-4. Nem tudom. Ference, mától a te neved Ánus Pannonius. Így van. Utadat kísérje béke? Jonatán barát. Ó, nem akarok barát lenni velem, Jonatán, ne haragudj. Ó, Istenem, na jó van. Julikám, jó reggelt neked, hello! Ciao, Juli! Tényleg nem emlékszel, hogy találkoztam a reggel. Megint ő? Most mit? Most miért? Hirtelen téged is betalálnak, és te sem bírod? Állandóan engem postolgat, basszus, a múltkor is mi volt ez? Nem postolgatok. Ez én húztam ki a hűtőszekrényt. Így van, de nem emlékszel rá? Itt van. Most már komolyan kezdek aggódni, hogy lehet. Ugye Juli nem volt itt, csak mondjuk el. A Viki mondta, hogy azt mondtad, hogy mi nem találkoztunk, pedig még beszélgettünk is. Most nem találkoztam vele, de reggel találkoztam vele. Mit mondtam a srácoknak? Itt van, kérdezte Balázs, nincs itt a Juli, de mondom, itt van, már találkoztam vele. Nem emlékszel a kollégáidra egyébként, ez tényleg megdöbbentő, hogy beszélsz a Juli, és aztán nem emlékszel rá. Van benned valami plátói az irányomban, de hogy ne, érted, akkor mondd ki. Ha időskori demencia? Ha hosszú lenne a hajad, akkor meghúzogatnám. Tényleg? Menj el egy vérvételre. Nem árt, nézes egy vérképet, abból nem tartani. Nyomj egy pisit, menj egy vérképet, ki tudja, mi indult el benned, hogy nem ismered meg a saját kollégáidat. Most nyomtam az előn. Én tegnap voltam. Így van. Adtam vért, minden. Tényleg? Gyerekek, olyan egészséges vagyok. Milyen? Hogy olyan? Megnézettem még a prostatámat is. Igen, a biztonság kedvéért kétszer is. Így van. Jól is. Csattant a férkesztő. Nem, van egy PSA nevezetű. Pisa. Ez egy mint amiről beszéltél. Nem, ez nem az. Ez egy antigén. Prostata specifikus antigén, és én ezt tegnap levetettem. Azt honnan veszik le? Vérből. Vérből megnézik. Volt rohadt nagy. Igen. Ez az, hogy egy fehérje, ami a prostatában termelődik, és a szérum szintjét megnézik, hogy a prostata szövet térfogatával arányos, és megmondja neked, hogy van-e prostata megnagyobbodásod, vagy hajlamod esetleg a prostata rákra, vagy valami. Hát miért tapintatod ki? Nem, egyszer kitapintották, de az annyira tetszett, hogy nem merek elmenni még egyszer. Rászoknak. Voltam egyszer, de az annyira jó volt, hogy egyelőre csak SMS ezek az urológusommal. Ez egy hosszú előjárt. Igen, amikor egyszer Vikével voltunk, és beugrott a prostata a vizsgálat, illetve a proktológusomnak az arca, akkor picit megrémültem, hogy ez már szerelem. Én voltam prostata masszázson, úgyhogy ezt ne kívánjátok senkinek. Hogy ez hogy van, hogy van egy csomószer ugye erre, hogy jó indulatú prostata megnagyobbodás. Igen. Hogy elkezdett szedni, pedig már csöpög, és van egy csomó drasztikus tüneted, ami korábban nem volt, bocsánat. Nem feltétlen van ez. De hogy miért nem mész el orvoshoz, ha ilyen tüneteid vannak, hanem elkezdett szedni gyógyszereket. Nem csak erről van szó. Az urológusok között is van egy nagy álszentség és félrekezelés, mert nem mindegyik urológus. Az, hogy egy csomó urológus egyébként, de akkor miért ment urológusnak az ilyen? Hogy mert nem meri megfogni, vagy mi? Nem, hanem egy csomó urológus nem csinál prostata masszázs. Tehát ő azt mondja, hogy szedj egy gyógyszert, antibiotikumot, E-vitamin, de hogy egyébként a prostata masszázsra te eljárnál, ami egy rohadt kegyetlen dolog, és annyira fáj, mint semmi, szívesen mesélek róla. Már hallottuk. Akkor a prostata jótékony összehúzódásával és kimasszírozásával tulajdonképpen egy csomó olyan váladék, hogy nyom ki a prostatából, ami utána újra termelődik, de egészségesebb lesz a prostatát. Csak rengeteg urológus nem csinálja, mert neki az nem jó, vagy fáj, nem. Vagy, és nem csinálja. És keresned kell olyan urológust, aki bevállalja. Volt olyan már, hogy kikérted magadnak, és kint hallották a váróban, hogy jogos!
lába hozzá, hogy belém nyúljon! Nyomkodja! Balázs, Balázs, nyugodjon már meg! Te akarod! Megjaváljon már! Húzza fel a nadrágát! Nem húzom! Ja, most te csak azért vagy ilyen nagy szájú, mert te valójában nem voltál még prostata vizsgálaton. Illetve nem vizsgáltam, amikor egy pillanatra csak hozzáérnek, hogy be vagy egy gyulladva, hanem amikor fél percig az urológusod jobb keze a válladon pihen. A bal mutatója pedig erős, hosszú, intenzív nyomással nyomja a gyulladt prostatát. Tehát be volt gyulladva a prostatát? Nekem igenis elmondta, hogy készüljön föl, Balázs. Azért fájt annyira. Készüljön föl, Balázs, mert igazából semmi jól nem kecsegtetek, semmi nem fáj annyira, mint ez. Kiabáljak nyugodtan, így ezt van. Elmeséltem. Mondom, hogy kiabálik, négyen ülnek kint, és látták, hogy jövök be. Igen, hát. Minden megfogadsz, minden megfogadsz. És utána egy nyomorúságos törlőkendővel még így törled a kis popsidat. A méltóságodat otthon hagyva állsz egy sámlin, letolt nadrággal, szűkölsz, és azt mondod, hogy bármit megfogadsz, csak ez ne történjen meg. És mondom, hogy annyira rossz volt, hogy le kellett feküdnöm a föld, és kis nadrágodat húzod föl, ilyen nagyon méltóságod alul. Óriások döntő. Igen, ma fog fájni, mint a kicsi óriások nézettsége. És nem van totyogás? Ahogy van totyogás, és az urológusom még rám írt SMS-t. És azt hiszem, hogy ott jött el. Igen, nem, azt mondta, ha véresett pisil Balázs, ne ijedje meg, azt én csináltam a pici ujjammal. Aha. Igen. És akkor úgy éreztem, jó kezekben vagy. Ne haragudjon, Balázs, klasszikus gitározom, ezért ritkán vágom a körmemet. És elmondta nekem, amiként a doki halálosan jó fej volt, hogy higgyem el, hogy a magyar lakosság nagy részét meg lehetne menteni a prostata ráktól. Egyébként egyrészt, ha nyilván lenne tudatos szűrés, kettő, ha a prostata dokik nagy része ezt ugyan bevállalná, mert hogy nem teszik meg. És hogy ez ugyanúgy hozzátartozna a munkájukhoz, hogy elmenjél és túléld, végigcsináld, hát de hogy ő fölajánlja, hogy ő megcsinálja neked. Ugyanis, amit a kutyáknak a bűzmirigy, ha ezt megcsinálják, akkor utána új életet leállnak a prostatába. Bali, és miről ismerszik meg a jó urológus? Ezzel kezdje? Igen. Ez hogy rád ír egy SMS-t, hogy ne aggódjon, én csináltam a pici ujjam. Nagyon, nagyon beteg egyébként, ezt belegondoltam. Na ennyit magamról, mi van veled, Gyuri? Jön apósom. Hova? Pénteken. Ide. Hozzánk. Ja, azt hittem. Sose volt még? Az esküvőnkön 12 éve. Mondjuk nem zavarsz meg a papa. Jó após az ilyen. Jó após az ilyen. Küld fotót előre. Most rácok, én annyira be vagyok sózva meg tojva. Mi lesz? AK-47-esekkel fogtok a levegőbe lövöldözni? Hogy tudja átozni a határól a lőfegyvereket? Tehát ha létezik minden sztereotípia, amit egy szerpasról el lehet képzelni, na az én apósom olyan Nebojsa, egy szót nem beszél magyarul, már a neve is félelmet kell, bocsánat, Nebojsa. Jön Nebojsa. Engem kirázna a hideg. Jön Nebojsa. Nem Bojsa. Ő a levegőbelül. Hát a szerve csinálják esküvőkön, persze. Ő teljesen. Egy ilyen szép, nagy, megtermett embert képzeljétek el, és 12 évvel ezelőtt volt utoljára Magyarországon, amikor a férjemmel az esküvőn. Amikor az aranyfogait csináltatta. Ő volt egyébként sportminiszter, volt ilyen miniszter, olyan miniszter, egyébként egyetemen tanít, tehát egy nagyon befolyásos ember, és el kell, hogy mondjam, hogy az én fiam, a kisfiam, a Milán azért született meg 2 évvel korábban, mint ahogy terveztük, mert hogy ő presszionált minket azért, hogy legyen gyerek, mert minden telefonbeszélgetést azzal kezdett és azzal fejezett be, hogy mikor lesz már végre nagypapa, úgyhogy végül rá kellett álljunk, mert nem hagyott minket élni. Aztán megszületett a gyerek, és egyszer nem jött hozzá a látogatóba. Hát de neki elég a tudat. 12 után jön először? Aha. Nem, mindig mi vittük. De ti vittétek. Mindig mi vittük, és aztán amikor egyszer a Milán hőgutát kapott a kocsiban, mikor mentünk. Mikor hozzá. Bent hagytátok, elmentetek shoppingolni. meg nagy pocakkal utaztunk hozzá Banyalukára, meg ide-oda, akkor... Banyaluka? Oh. Jézus Mária, hát nem elég a Feri lyukat, még egy Banyalukát is meg kell nézni. Hát komolyan mondom. Hagyjuk ezeket a lyukakat. Én most a Feri lyukat. Utazni egy néni kedvéért. Akkor egy kicsit... Ki akart elnézni a néni blendébe? Akkor egy kicsit besokaltam, és akkor mondtam a Mirónak, hogy azért az mégse járja, hogy mindig mi megyünk és mi visszük az unokákat, hogy jöjjön egyszer ő. Ez volt 4 vagy 5 évvel ezelőtt, és akkor most végre rászánta magát, úgyhogy... És most adjunk tanácsot, hogy mit csináljál? Vagy miért mondod ezt? Nem, igazából nem, csak teljesen. Hát ez most nekem egy ilyen nagy élmény, meg teljesen tele vagyok várakozással, meg izgalommal. Te úgyse tudtok beszélgetni, mire vársz? Hát ez egyébként rohadt kellemetlen lesz. Hát amikor Miró tud fordítani. Majd csapkodjátok egymás vállát. Igen. Húzogatod az AK-46-as. Nem, nagyon szeretnék jó benyomást tenni rá egyébként. Tehát most rohadt sok munkám lesz a héten, úgyhogy sikerült szereznem életemben először egy takarítónőt, aki egy kicsit rendbe vágja a lakást, mert nem fogok vele végezni. Úgyhogy... Most eljátszod azt, hogy te egy
a gondos feleség szorongása. Tiszta ellakás. Hogy úgy élünk, ahogy élünk. Nézd, tiszta ellakás. Mit fog szólni az após? Egy gondos feleség ezen szorong, mikor jön az após. Ajajajajajaj. Nagy takarítás. Igen, bennetek nincsen senkivel se szemben ilyen fajta megfelelési kényszer. Világjárok sorozat egyenkénti áttörlése Bulgáriával kezdve. Leporszívozás. Végig porszívoz. Jugoszlávia, Lengyelország, Bulgária világjárok sorozat áttörnése. Családi fotók új keretet kapnak, és felkerülnek a falra végre. Hát igen, többek között. Szerintem egyébként ez van, tehát ez az anyós menny viszony, ez van. Tehát amikor az anyós először jön, amikor a menny először megy, amikor az anyósnak a menny először főz, amikor az anyós megy, és akkor a menny megy hozzá. Szóval szerintem ott van ilyen. Hát azért az egy mindig egyfajta rivalizálás, nem? Középen a férfi, mint az anyától elvett gyermek, a menny, és a régi, ugye hát az anya, akinek a szerelme a gyerek. Hát az egy tek! Így főzöl? Én máshogy csinálom a rántott hús? Ez neked étel! Hol vannak a bangyolukai szuverír? Igen. Tényleg ajándékok megvan? Ez a terítő sem ma lett kivasalva? Nem nagyon kaptunk. Jaj, de azt se kaptatok. Ajándékot. Nem, mit kap? Az egyébként igazság, ő kap valamit? Aranyozott AK. Nem. Egy nagy merci anyagba. Az unokáiról majd kap fotót, meg a személyes találkozó élményét. De nem, hát az az igazság, hogy pontosan tudom, hogy a Miro az nagyon szeretne, az egész életében a Miki az édesapjának szeretett volna bizonyítani. És most hogy is mondjam, rajtam is rajtam van a nyomás. Kezd a Júli egy ilyen terápiába átmenni kedvenként, nem? Tehát én Miro mit szeretett volna az édesapjának bizonyítani? Terápiás jelleggel kezeljük Júli családi ügyeit. Ezért lett szakács. Nem sokára jön a pusz. Mi vagyunk a terápia. Kíváncsi vagyok rá, hogy mi lesz majd a folytatás, és hogy sült el a hétvége. Csinálj ilyen plejskavicát meg. Így van. Csebapcsicsát. Így van. Klojkorot, plontyempért, klentyempért és lotyempért. Miro testvére, amikor elment látogatóba az apjához, és vegetáriánus lett, és megérkezett apjához, aki ilyen belsőségekkel, meg minden tállal várta. Igen. Éppen akkor lett kész a zsebrák zsömicével. És mondta, hogy ő nem eszik húst, de apuka eszeme ekkorára kerekedett, és mondta, hogy ne hülyéskedj, még csirkét se. Tudok egy nagyon-nagyon jó urológust. Éttermet, ahol mindenféle dolgot tudsz úgy rendelni, hogy az öreg nem mondja meg, hogy éttermi. Ilyen. Plejskavica, csevapcsicsa, minden berendez. Van egy férje, egy szakács. Jó, csak a főz, vagy nem tudom, alszik, vagy nem tudom, mit csinál. Berakod a sütőbe, kicsit rámelegít, az illat elterjed a lakás, és akkor jön az öreg, hopp, kikapod a sütőbe, és azt mondod, hogy itt van az új csevapcsicsa. Te sok Happy Day reklámot láttál. Nem, én így főzök otthon. A barátaim, mikor átjönnek, mindig így csevap kaját. Én csináltam egy csevapcsicsa. Érdekes, hogy mindig, amikor átjön a kamerák, akkor csengett a sütő. Nem kész lett ez a csevapcsicsa? Asztalhoz kész az étel? Na, drágáim, ami a terápiát illeti, hát most jöjjön egy kis terápia, mert mindig rá kell döbbenjek, hogy nőnek igazán farkasa, hogy egy nő tud-e kézni, úgy senki más nem tud. És a múltkor beleszaladtam egy beszélgetésbe, aminek kapcsán minden 8 és 9 évvel ezelőtti frusztrációm és démonom a felszínre tört. Anna beszélgetett Vikivel? Találkoztam egy szoptatás nácival. Ó, Istenem! És mivel 9 évvel ezelőtt nem volt még rovatom, ezért akkor nyilván nem tudtam világá kürtölni a rossz érzéseimet, illetve a félelmeimet, illetve a bosszankodásaimat ezzel kapcsolatosan, ezért most viszont megragadom az alkalmat, mert hogy szembe jött, és egyébként egy barátnőmnek meg szembe jött egy császármetszés náci. Fétisista is. Tehát a szülés császármetszés fétisista, ez azt hiszem ti is majd hozzá tudtok szólni. Mert nem mindenhez hozzá tudok szólni. Az nem nő, aki császárra. A szülés az nem nő, aki nem szoptat. Képzeljétek el, hogy a Mirónak a teraszán ült egy hölgy, aki a kis fiát szoptatta, a másik kisfiú rohangált föl alá, taknya nyála egybefolyt, oda szaladt hozzám, letöröltem a nóziát, igen, és akkor beleültettem az ölembe. Gondoltam, hogy a másik anyuka ingottan tudjon szoptatni, és elkezdtünk beszélgetni, és mondtam neki, hogy milyen jó, hogy ilyen sokáig van teje, mert hogy legalább másfél éves volt a gyerek. Hány éves volt aki a gyerek, aki az öletbe ült? 20, tudod? Rohangált körbe-körbe, nagyon élénk kisfiú, de az ölembe ültettem, igaz, 20 éves volt. Nyami, én. Négy év körül kisfiú lehetett. Igen.
És hát anyuka szeme felcsillant, és rögtön megragadta a lehetőséget, hogy elmondja, hogy 7 hónapos koráig semmi más nem adott a gyereknek, csak anyatejet. És szót követett, és arra futott ki az egész beszélgetés, hogy azt mondta, hogy ő mélységesen sajnálja azokat az anyukákat, és azokat a gyerekeket, akik tápszerrel etetik a gyermeküket, és hogy így kelljen, hogy felnőjenek. Mire halkan megjegyeztem, hogy előfordul, hogy néha ez nem megy fel. nem, a nőre mondtam. És nem magától értetődő, amire az volt a válasz, hogyha ez így lenne, és egy nő nem tudna szoptatni, akkor kihalt volna az emberiség évmilliókkal ezelőtt, úgyhogy vegyem tudomásul, hogy ez a szoptatás az egy olyan dolog, amit minden nő tud, csak akarni kell. Itt ledobtad a gyereket. De ez hülye. Ez egy hülye. Hát ez egy állat. Hát meg ez nem szabadon választott történet. Tehát minden szoptatással bajlódó anyuka nevében üzenem. Na várjátok, Júli üzen! Júli üzen, gyerekek. Na most helyre teszi ezt a dolgot. Üzenem most a szoptatás fétisisztáknak először is. Aláírom, az anyatej egy kincs, folyékony arany, kell, szoptasson mindenki, ameddig tud. De nem kérünk, köszönjük szépen a lesajnáló pillantásokból, nem lesz a gyerekem fogyatékos, csökkent értékű, és én nem vagyok szaranya attól, hogy a gyerekemet tápszerrel etetem, onnantól kezdve, amikor úgy érzem, hogy éhes, és nem tudom megetetni. Értettek. Ezek a nők, akik belénk vágják az ideget, azokban a nőkben, akik nem tudnak feltétlenül jól szoptatni, vagy hosszú ideig szoptatni, nem kell csinálni ezeket a démonokat. Köszönöm szépen, nem kérünk belőle. És most zene! Ha elértettél volna abból, anyám, ahogy lepöcköltem a térdemről a kölyködet, mint egy boloskát. Tatoj! De tök igazad van egyébként. Szoptas! Szoptas, ha tudsz. Tökre mindenkinek a magánügyén, és abszolút egyetértek veled. A másik a császárából igazad van. Hát tehát, azt meg képzeld el, hogy egy barátnőm, akinek 4 gyereke van, igen? Az első kettőt rendesen, normálisan szülte, a második kettőt pedig császárral, annyira elvágta az ujját, hogy a baleseti sebészeten kötött ki, hajnali 3-ig ültették, ő volt az utolsó, hiába jelezte, hogy 1 hetes kisbabája van otthon, és haza kellene mennie szoptatni. És mire bejutott, ott állt mellette egy nagyon arrogáns nővér, akinek jelezte, hogy hát szeretne mielőbb hazajutni, mert meg kell szoptatni a gyerekét. A nővérke megkérdezte, hogy na és hogy szült? Mire a lány mondta neki, hogy császára. Jött az orvos, mondta neki, hogy akkor beadok egy kis lidokaint, és elmondhatja azt, hogy mennyivel fájdalmasabb ez egy szülésnél. Mire a nővérke visszaszólt, az ezt nem tudja megmondani, mert császárral szült. Érted? Ez a baleseti sebészeten egy nővérke. És miután kiderült, hogy neki 4 gyereke van egyébként, a 2 megszült, 2 pedig császárral szült, utána visszakérdezett a hölgy a nővérkének, hogy és egyébként, ha már itt tartunk, ön hogy szült? És kiderült, hogy ez is császárral. Na, hát érted? Tehát mindig azt kiabál, mennek egymáshoz szemben, és nem is értem, tehát, hogy miért jó az egyik nőnek, hogy a másikba belemar, hogy oda dob egy ilyen, vagy tudatosan, vagy tudattalanul egy-egy ilyen félmondatot. Minden nő egyébként szeretné jól csinálni, és minden nő, hogyha nem sikerül jól csinálni, a baromasztalul érzi magát a bőrében. Miért kell a másikat állandóan ezekkel a dolgokkal nyomni? Gyerekek, ugye, hogy mennyivel szerencsésebbek vagyunk, hogy pasik vagyunk? Igen. Most komolyan azon gondolkozom, hogy a nők, csak a jobbik végét fogjuk meg a nők összetett szerepe miatt sokkal nehezebb nőnek, anyának, feleségnek, szakácsnőnek, szeretőnek lenni. De nincs ennyi feladata a pasinak. Alapjában, hogy a női szerep egy jóval összetettebb szerep, sokkal több nehézséggel, sérüléssel, fájdalommal jár nőnek lenni, mint pasinak. Tehát szerintem azok kapták a nehezebb életet, akik nőknek születtek. Vagy női lelket, vagy női testet választottak. Nehezebb a női lét, hát nincs ennyi problémát férfiként. Ennyi teher, ahol helyt kell állnod az élet ennyi területén, ahol bizonyítanod kell. Nem? Nem így van? Hát, a női lét egy bonyolultabb lét, valószínűleg azért kaptátok, mert ti ezt erősebbek vagytok, és jobban el tudjátok viselni, de hiszem azt, hogy a nők százszor erősebbek ebből a szempontból, mint a férfiak, mert sokkal szerte ágazóbb a tevékenység, ahol nektek egyszerű helyet kell állni, és meg kell felelni. Nyilván egy csomó szerepről mi is tehetünk, és belekényszerítünk benneteket bizonyos szerepekbe, de rengeteg lelki, idegi dolgot kell megélnetek, ha csak a szülés témakörét nézzük meg, a terhességet.
a magát a szülést, hogy hogy születik, az utána lévő depressziót, otthon létet, egyedül létet, magányérzetet, stb. Ami még semmi, csak egy nagyjából két éves periódus az életedből. Egy év a terhesség, meg egy év otthon, nem? Hát baszinak nincs ilyen. Megcsinál a gyereket, elmész dolgozol, hazajössz, kicsit megkapod a gyereket, kicsit pár fél óra után azt mondta, hogy akkor visszaadod, mert hogy jó, nem a te dolgod, neked dolgozod kell. Próbálják meg csak ők fejben tartani a BL menetrendet, hogy mikor indul a következő trónok harcaiban, és hogy hol a legolcsóbb a benzin. Az összes szorongást a férjeddel, az összes szorongást a munkáddal, az önértékeléseddel, az anyaszerepeddel, a házastársi szerepeddel, az a minden szerepet, amit magadra válasz, ez nektek sokkal bonyolultabb. Nekem ez most nagyon leesett, hogy te itt beszélsz. Örülök, hogy pasi vagyok. Ebben a történetben, hogy visszatérve ez a szoptatás dologhoz, hogy ezek a nők, akik a másikat elkézik, mindig azzal jönnek, hogy azok, akik tápszerhez nyúlnak, azok mindig a könnyebb utat választják. Pedig ha valaki tudja, hát akkor én például tudom, meg mindenki, aki próbált szoptatni, hogy ez milyen rohadt keserves kenyér, és hogy mennyit kell szenvedni azért, hogy ez a kis tej kijöjjön. Tehát, hogy ez nem jön ki mindenkinek, és nem magától értetődő. Úgyhogy tessék szépen kiszállni a másiknak a dekoltázsából. Tudod, mi már nem ők, hogy szeretnél jót tenni, akkor kopogját akkor, amikor hallod, hogy a szomszéd vagy a gyerekét neveli, vagy amikor érzed az oviban, hogy szeszagú az anyuka, akkor be lehet szólni. De ne nekem hozd az észt, hogy én hogyan szoptatok, vagy nem szoptatok. Elmondom, tudod, mi a lélektan annak egyébként? Nem baj, hogy tudom ezt is, srácok, nem haragszatok, hogy el tudom mondani. Sőt, nincs ezért baj. Vártuk, én hülyén ülünk itt a jó, jól. De nem, csak azért, hogyha bennetek ez frusztrációt vagy zavart kelt, akkor nyugodtan mondjátok, akkor nem mondom el. Csak hogy tudom ennek is, hogy valójában mi lehet az igazi lélektana. Olyan jó, hogy mert én nem tudom. Tehát, Léci, mond már. De nekem is mondd el, mert én se tudom. Pralik, hussolgass, hallgassuk a mester. Így van, köszönöm, Ferenc. Az ilyen nőkkel az a legnagyobb baj, hogy saját magukat exponálják a gyermek helyettük. Azt gondolják, hogy a szülés valójában róluk szól, hogy az az ő eseményük, hogy te azért vagy fontos, mert te megszülted. Nem, a gyerek a fontos, hogy egészséges, hogy megszülethetett, hogy eljött hozzád. A szoptatás is. Én vagyok a fontos, mert én egyébként tudom ciciből szoptatni 6 hónapon keresztül. Azt hiszi, hogy az is róla szól. És közben nem. Tehát minden olyan dolgot egyébként magára vállalva ő magát előtérbe nyomja, fejti meg, hogy a szülés merő úgy szülte meg, a szoptatás mert ő úgy szoptatja, és elfejti, ez a dolog egyébként valójában leginkább a gyerekről szól. Tök mindegy, hogy születik, csak legyen egészséges és kapja meg a szeretetet. Tök mindegy, hogy anyatej vagy, ha nem tudod szoptatni, vagy beteg vagy, akkor tápszer, lehet egészséges. Nem? Saját magamat tolom előre, és saját magamat mondom, hogy meré megszültem, meré hogy szoptatom. Nem rólad szól. Nem? Hanem a gyerekről. Alapjává véve, nem így van? Hát és ők igen, magadnak adsz egy bizonyítékot. Igen, magad a saját személyed bizonyítékot, és nem erről szól a dolog, hanem arról, hogy egészséges, hogy eljött hozzád, hogy őt szerest, hogy megadj neki mindent. Ha tápszerrel tudod, add meg tápszerrel, nem vagy rosszabb anya, vagy nem vagy rosszabb ember. De mert ő a nagy magyar anya. Aki császárral szül, az nem. Nálunk orvosok jöttek be a Wikihez, és kicsit lenézve szólták meg, kár, hogy nem voltam ott, mert letéptem volna a fejét, hogy császárral született. Finge nem volt, hogy egyébként miért, finge nem volt, hogy mi mentünk végig a terhesség alatt. Hát a Sebestyén Balázs gyereke császára születik. Mondja ezt egy férfi orvos. Ő csak az ortopédiáról jött, tehát kávét. Mondja ezt egy férfi orvos, akinek egyébként, hát nyilván finge nincs arról, hogy ez milyen fájdalom, meg miért, meg bele se nézett a Wiki korlapjába, hogy miért császár, meg egyáltalán hogy jutottunk el idáig. Csak lesajnálva szólt be az én feleségemnek, hogy jó, hát császár, na hát akkor persze, mert nem vállalta. Szóval akkora prostók, hogy azt elmondani nem tudom. Nem így van? Így, hát dehogy abszolút. Nem viccel. Én mondom, nekem ez a két legnagyobb frusztráció forrás egy kismamának, hogy egyrészt, hogyha császárral szült, akkor miért? Azért szült császárral, mert félti a kis akármiét, hogy nem lesz utána jó apukával. És azért nem szoptat, mert akkor megnyúlik a mell. Azért nem szoptat, mert egyrészt kényelmes, másrészt pedig félti a mell. Ez marhaság. Elapadhat azért, mert szorongsz, antibiotikumot kell szedned, és a gyerek akkor már azt mondja, hogy ő nem kéri, mert neki keserű, mert nem tudsz aludni, mert rá stresszelsz. Tehát van, aki szerencsés és jól megoldja, van, akinek meg nincs, az meg vesz tápszert. Bocsánat, mielőtt szóval, hogy hagyjuk már ezt. Szoptatási tanácsadók itt megtalálnának engem a levéle, hogy micsoda hülyeség. Sose gondoltam, hogy egyszer szoptatásról fogok beszélni ilyen hosszan, de tetszik. Egyre jobban belélem magam. Tehát, hogy az anyatej egy kincs, és tényleg mindent elkövet minden anyuka, hogy anyatejjel tápjálja a gyerekét, tehát én ezt nem vonom kétségbe, nem erről van szó. De egy csomó fórumon azt olvasom, hogy az ilyen nők miért nem keresnek segítséget. Mert hogy ma már mennyi lehetőség van arra, hogy szakembertől segítséget kérje,
Hát nekem ott volt 26 féle szoptatási tanácsadó, senki sem, nem sikerült. A gyerekek meg, ha elapad, nincs, akkor etetett tápszerből az a gyerek az ugyanolyan szeretett mennyiséget kaphatni, már baromi fontos, hogy, a, hogy, hogy szoptas az az elsődleges, meg a tej, meg maga, hogy csatlakozik az anyára, meg hogy szoptat, hogy benség. Meg immunrendszerét is bebikázza, persze. Aki azért nem szoptat, mert nyúlik a mellé, az valóban hülye, de akinek más oka van rá, hagyjuk már. Tehát ez, én utálom az ilyen nagy magyar anyatípust, aki, na mindegy, ne ragozzuk. Akkor el kéne vetessem a gyereket olyankor, vagy mi? Érted? Ha túl, tehát, vagy mit, te megszülöd a gyereket? Nem feltétlenül tudod még azért a terhesség fázisában, hogy mi lesz azért megyek a... Tovább, azért megyek tovább, tehát megszülted a gyerek, nem jön a tej, akkor adjam intézetbe, vagy te, akkor mi a következő lépés? De nem? Semmi. Hülye állam. Hát mit tudsz csinálni? Hát most van ezerféle fórum, ahol ezek a nők kiélhetik az önkéntes rendőrködésüket. Ne itt egy ilyen. Hát lesz veled november után, hol leszel te keddenként ilyen terápiás jelleggel? Megoldjuk az életedet, érted? Eljössz, mi helyre teszünk, adunk egy hét löketet, egy hét van, megint beesel ide kicsit összeomolva, megint fölturbozzunk, hát terápiás jelleggel működünk. Írok nektek levelet. Valami védegyletet fog majd írni, és az egyébként ott fog állandóan szólnokolni a Kossuth téren. És mindannyiunk nevében kikérjük magunk. És ketten fognak ott állni, az egyik egy rendőr, a másik meg egy igen. Kettőnél meg egy DK-s, aki szeretne, aki vár a hordór. Kettőnél sokkal többen hallgatják az éróvatomat. Ez igaz. Puszi neked, Gyuli, köszönjük szépen. Köszönjük. Puszi, ciao, hello. Hármasugrás játszik már is egy hallgatónkkal. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Igaza van Julinak, felháborító az én szoptatási módszereimben, senki ne szóljon bele. Raúl, köszönjük szépen. Halló, jó reggel. Halló. Halló, jó reggelt! Micsoda! Halló, emelkedett szia. Állapot! Csaba, hello! Honnan hívtál minket? Szia, Budapestről! Budapestről! Mit csinálsz, Csaba? Hát most még éppen itthon vagyok, majd délután meg dolgozni. Mit csinálsz? Állatorvos vagyok. Jaj, de szép hivatás! Állatorvos! Doktor. Annyira becsülök beleteket! Mi vár ma rád? Ki tudja? Tudod előre, nem, hogy egy tudom, kanári, nem. Egy magyar vizsla, meg egy tükörponty. Úristen. Tudod így előre? Igazából nem tudom előre, mert ez ugye mindig adott helyzet adja. Uh-huh. De a kutyamacska legsűrűbb, vagy volt, aki behozott egy bocsáskát, hogy nagyon tüsszög van ilyen? Keresztben nyert egy fogpiszkát. Legjellemzőbb az a kutyamacska, néha a madarak. Mi volt a legkülönlegesebb eddig, amit hoztak? A legkülönlegesebb. Hát hoztak egyszer egy akváriumba egy kis halacskát, aki szegény, megsérült valamilyen takarítás közben, és halácsot kértek. És akkor mit csináltál? Bekötözte. Kiveszed, slagot teszel a szájába, bekötözöd, és meggyógyítod? De mit csinál az ember egy pici hallal? Hát nagyon nem tudsz mit, nem? Igazából pontosan ez az, hogy nem tudom mit tenni vele, elmondtuk a tulajdonosnak, hogy reménykedjünk a legjobbakban. De hát ő túlélte. És mi lett a halacskával, tudjuk? Túlélte, jobban lett. Nem sérült. De jó. És takarítás közben, hogy mi történt? Beszippantott a porszívó? Nem tudom, nem nyomoztam utána, hogy mi történt pontosan. Kiöntötik az abet fölbötes üvegből a butiba, és nyúltak után egy cikefévet szegény halacska. Miért lesz az ember állatorvos, amikor már ott van a gyógyítás küszöbén, hogy akár embert is gyógyíthatna, és aztán valahogy úgy dönt, hogy mégse embert, hanem állatot, ami nagyon szép, csak kérdezem. Meg hogy... kiöregedik a vízilabdából. Hogy ez az ember tudja? Vagy ott szakosodik? Vagy ez hogy van? Nem, hát ez az ember tudja. Ha állatos szeretne, ennek az állatos értelme kell menni. Igazából itt az állatok szeret, ez a legfontosabb szempont, ami motivál szerintem. Csodálatos hivatás. Nagyon szép hivatás, hogy nem? Persze. Nem dumálnak vissza a paciensek. Beveszi a gyógyszer. Ne, tudnak ők, csak más nyelven. Igen. Milyenek a kérdések, Jani? Menni fog. Menni fog, hát egy állatorvosnak. Gyerekek, akkora baj, hogy a tűzőgépünkben már nincsen ilyen, hát, micsoda ez a... Nem, mert már környezet barátok vagyunk. Várjál, kiveszek a hajamból egy hullámcsatot, próbáld meg azt. Így szól az első kérdés, mire használják az abakuszt? Abakuszt? Az egy régi számoló. Jó, hát kapcsolat is, hát ez nagyon könnyű kérdés. Azt mondja, így szól a második kérdés, feltéve, menjünk tovább, de gondolom én. Menjünk. Ki alakítja az Éhezők viadala mozifilmek főhős nőjét? Éhezők viadala, nagyon felkapott Hollywood. Tudom, isztán. Láttam, csak nem teszem be, hogy hívják a hölgyet. Nagyon színész, kedvelem őt. Beljebb vagy, mint én, mert te legalább láttam. Na, mondj valamit. Azt mondja, hogy Jennifer Lawrence. Így van, így van, de jó vagy. Meg is van. Milyen csendes a klaviatúrán. A harmadik egy állatorvosnak az könnyű lesz, menjünk. Nagyon. Melyik amerikai macskaféle ragadozót nevezik kaguárnak is?
Kaguár. Cougar. Cougar, hát ez szerintem Puma. Így van, persze. Kaguár, Cougar. Cougar. Kugler Frank, így van, Kugler Frank, az nagyon Kugler Frank. Puma, így van, oké, Csaba, megvan az ajándékcsomagod. Nagyon jó, örülök neki. Jó, megvan egy két plusz ajándékod is, úgyhogy ezt még meg tudod hallgatni. Hú, szuper. Jó? Nagyon szépen köszönöm. Már régóta vágtam egy bögrére. Az jó, csak ebben nincsen szerintem. De óra van. Óra ebben morning show óra van. Tehát az majd ott rossz. A rendelődbe ki tudod tenni, és akkor látod, hogy hányra jön a boilis ponty fokkőlevételre. Vagy esetleg horog kivétele. Horog kivétele, igen. Az, igen, most mit csinálják vele? Ja? És kész egy visszakézbe? Bocsánat, csak itt a zsűr. Igen. Szóval van egy ajándékcsomagod, egy 20 000 forintos ajándékcsomag, egy gyönyörű Bauhaus, wow. Bauhaus ajándékcsomag, igen, benne lesz a reklámblokkban, nagyon szép. Így van. Nagyon jó. Használd egészséggel. Jó? Köszönöm szépen. Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao, ciao. Szia. Hello, hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na jó van. 3:10 lesz pontosan 5 perc múlva, egy pici szünet, aztán jövünk a nap legjobb pillanataival. 3:10 lesz, illetve pontosabban már el is múlt két perccel, itt vagyunk, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó. Egy nagyon helyes történettel foglalkoztunk kora reggel, Éva betelefonált, illetve pontosabban mi megtaláltuk őt, mert hogy elmondott egy történetet nekünk Bryan Adamsről és a Bryan Adams koncertjéről, de hát ha vannak, akik nem hallották, nem lőném le, mert a Best of-ban újra megmutatjuk. Hát egy baromi helyes sztorit mondott arról, hogy a világsztárok is lehetnek jó arcok. Nem gondoltuk, hogy nem az, de nagyon emberi. Így van, bólogattok, mert nem vagytok benyomva. De nagyon lelkesen bólogattok. Igen, szeretjük a mondataidat, tudod? Igen, mondom, azt hiszem, hogy miért bólogattok ilyen furán, majd rájöttem, hogy nincs más választás. Korlátozottak vagyunk, kommunikációs. Fura volt ez a bólogatás, de egy kellett idő, mire leesett, hogy miért bólogattok ilyen furán. Szóval beszélgettünk, Évával, aki elmondta nekünk, hogy milyen megható történetben volt része a Bryan Adams koncerten, valamint hát hosszasan taglaltuk, ugye a Bicskei Gyermekotthonban történteket, mert hogy megdöbbentő vallomást tett a Bicskei Gyermekotthon több lakója az RTL Klub házon kívül című műsorában. Azután, hogy az otthon egyik lakója, egy 18 éves fiú szeptember elején a vonat elé vetette magát, a tragédia másnapján ugye egy barátja bement a rendőrségre és feljelentést tett szexuális zaklatás miatt, és hát sok áldozat jelentkezett. És beszéltünk Gyurkó Szilvia gyermekjogásszal, aki egyébként már a 2012-es nyomozásban is részt vett, és ismerte a bicskei történetet. Akkor ugye bűncselekmény hiányában a bíróság lezárta az eljárást, és hát most hál' Isten újra elindították a nyomozást. Az igazgatót felfüggesztették, kiköltözött a szolgálati lakásból, és arról beszélgettünk, hogy mit tehet ilyenkor az áldozat, illetve miért ennyire nehéz bizonyítani azt, ami előtt értetlenül állunk, hogy sok gyerek egyöntetűen sok-sok vizsgálat után mondja azt, hogy már pedig az igazgató bántalmazta őket és zaklatta őket szexuálisan, hogy mégis miért ennyire nehéz bizonyítani, és miért hiszünk például ennyire nehezen az intézet is gyerekeknek, mert hogy sajnos ez ugye hát abszolút bebizonyosodik a történetből. Úgyhogy komolyabb témánk is volt, de fontos erről is beszélni, mutatjuk már is, mi történt velünk ma reggel. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3 perc van pontosan 10 óra. Csabi, te ott voltál ezen a koncerten? Ott, jó reggelt, és tényleg nagyon-nagyon megható volt ott is a történet, és a végén, ahogy beénekelt egy irány, papa. Tök jó volt, de tényleg. Tehát, hogy valaki elküld neki ilyen személyes levelet, hogy az apukám. A tezenétre gyógyult. Hogy az ember az nagyon képben van, nagyon jó arc. Most tegnap egy olyan fotót posztolta, hogy ment át Szerbiába, és megemlékezett azokról a menekültekről, akik ott várakoznak a határon, vagy ellepik Európát. Tehát hihetetlenül képben van kanadaiként arról, hogy itt Kelet-Európában vagy Közép-Európában mi történik. És ez ilyen teljesen természetes ezek után, hogy kap egy levelet, akkor beolvassa. Ilyen... Hát igen, azért az ők, hogy valaki eltérve a saját programjától betanult, begyakorolt programját, csak felkap egy dalt, és akkor ott elnyomja. Szóval azért az igen, ne, helyes történet volt. Nálatok is volt ilyen, amikor egy Sing-Sing táborban jutott el, valaki kérte, hogy... Az volt, hogy gyere föl. Kérte valaki, gyere őrült. Ja, azok nem kérdezik. Tőlem kérdezte a Brian, hogy tudnám belopni magam a közönség szívében. Mondtam, hogy figyelj, mi a Sing-Sing sörkertekben azt csináltuk, hogy a koncert második fele az csak erről szólt. Hát nem véletlenül csinálom most a kívánság műsort, már akkor is így volt. Hogy mi visszafizettük a belépőket, nem tetszett neki. Ó, ez jó. Nem, mi plusz belépőt kértünk, valakinek beolvastuk a nevét. De Robikát is nagyon meghallotta a történet, elküldött, hogy Bryan Adams, ennyi.
Őt így fogtam. Azt gondolom, hogy vannak hallgatóink, akik igazán átszelmülnek, de mi Robikát ezért szeretjük, mert ő minden történethez valami hasonlót fűz hozzá. Ő elküldte, hogy Bráner Adams. Ennyi, se egy smiley, se Bráner Adams. Köszönjük szépen. Robika, kicsit amerikai pidét benyomod, de egyébként hát, tetsz. Anna most őt hívja, ugye? Ő a naphallgatója. És mit kérdezik? Hogy a szellemi szintemnek ez felel meg leginkább. Tehát Robika pontosan tudja, hogy lehet naphallgatója. Ennyi. És még az utolsó pillanatban sem mond le róla. Nem, tök jó, hogy elküldi 95-en, szóval Bráner Adams, Robika. Tök jó, nagyon bírom. Ja, Istenem, te fogtok hiányozni. Nem, hát most mi röhögjünk, hanem ez saját magunkon. De mit csinálsz, Anna, tárcsáznál? Vagy, vagy... De nem Robikát hívom. Ne Robikát, ne, hát nem. Hívja, akit akar. Tök mindegy. Csak haladjunk már. 10 óra. Mint a Balázs Sobarcsához. Mondjad Balázs a vakert, mert nagyon kell kuláznom. Oké. Ne haragudj. Így jött be. Ekkora. Az, nekik az történelem volt. Az történelem. Hát az az. A televíziózás mérföldköve. Igen, a nullás mérföldköve. Ott még olyat lehetett csinálni, amit most már nem lehet. Nincs, azt gondolom, hogy ez nincs. Csabi, milyen zenéit lesznek? Mégiscsak a Robikát kellett volna hívni. Ugye? Kicsit akkor kötődöm ehhez a Bryan Adams-es sztorihoz, azt meséltem tegnap, hogy sikerült találkozni vele és közös képet készíteni. Ezen a képen egyébként ott van a Tóth Tibi is, aki a Hooligans gitárosa, és ezt a képet most meg fogjuk mutatni a Facebook oldalunkon a kedves hallgatóknak. Nem áll, hát ez őrül. Ha már így sikerült bele szűrni, vagy csűrni ezt a Hooligans zenekart ebbe az egész történetbe, akkor egy Hooligans dalt szeretnék. Jó, de jó. Egy hónap és egy nap múlva ugyanott fognak koncertezni, mint a Bryan Adams. Igen. Na, ez a nagy dolog. Novemberben karácsonyi koncert? Nem karácsonyi, csak 20 éves. Nagy Hooligans koncert, igen. És egyébként azt hadd mondjam el, hogy a Hooligans az tök jól csinálja, mert a Red Hat-on is találkoztam velük, és mindig ott vannak ezeken a nagy bulikon, és gondolom gyűjtik be az ötleteket, meg megnézik, hogy csinálják a nagyok. És biztos, hogy óriási buli lesz a Hooligans. Nem biztos, hogy hasonlít valamelyikre majd, de hogy legalább tudják, hogy mi az, ami működik, mitől működik, hogyan működik. Igen. Egyszer Rammsteinen is voltak, ebbe biztos vagyok. Igen, abból lett, legyen valami pesgés. De, csak... Nem az egy másik. Na jó, vagy Csabikám, jó munkát neked. Köszönöm szépen. Ja, és folytatódik a repülők hét repülők játékkal minden órában páros belépő februári repülők. Ide is befúrta magát a gesztus? Mindenhova. Mi is megyünk majd. Szeretjük a Péter, drukkolunk neki, hogy sokkal legyenek a koncertjén. Csabi jön a kívánság műsorral 555 lehet, hogy ez is kevés lesz. Tehát ház lesz szerintem. 00 a telefonszám, jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az